Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Nagyon érdekes hírt találtunk, és szeretném megkérni hallgatóinkat, hogyha van közöttük stewardess, akkor telefonáljon nekünk, mert ugye a repülés az mindig egy nagy misztikum, és bármikor, amikor az ember a repülőre ül, még mindig rájön, hogy egy csomó mindent nem tud, hogy hogy működik a gépen. Ugye? Hát például a pilóta hát fülkében. Nem teljesen erre gondolok, hogy mit tudom, én nem tudjuk, hogy melyik gomb mit jelent. Beszéltél. Mert hogy azt nem mondja nekünk végig, jó, ezt meg azt nem is biztos, hogy de, ő is de tudja. De kettőt, hármat például tudom, hogy kell bevenni a WC-re. Érted? Övet becsatolni. Igen, és a lámpát is fel tudom oltani. Hát, de jó, de ezek ilyen primitív dolgok, fölkapcsolni a lámpát. Egyébként is az olvasólámpát 5 éve én mutattam meg neked először a repülőn. Tehát, hogy azért olyan nagyon nem agizzál, hogy tudod, hogy hogy működik, mert 5 éve nyomkodtad a stewardess hívót, és mondom, azzal ide fog jönni a stewardess. Mellette lévőt nyom, meg akkor fogsz lámpát kapcsolni. Négyszer jött már oda, hogy mit akarok. Tehát olyan nagyon ne vagizzál, hogy minden tudsz a gépen, mert hatszor jött oda a stewardess, mikor először repültünk. Egy életre megjegyeztem, azóta mindenki másnak is én mutatom meg. A stewardess már nem is jött oda, csak előre kiabáltat, hogy nyomja ki a hívót, köszönjük szépen, Vadon úr, mert az a lámpa, vagy az a... ne azt nyomja. Szóval, hogy sugárban hánytak az utasok egy Izraelből Amerikába tartó gépen. És érdekes a dolog, mert nem egészen tudják, hogy mi történhetett, viszont... ment a gép Izraelből egészen pontosan Philadelphiában, és kényszer leszállást kellett végrehajtaniuk Rómában, miután a gépen utazók közül többen rosszul lettek. És furcsa szagot éreztek az utasok, majd a személyzet tagjai közül 14-en, az utasok közül pedig többen hányni kezdtek, mások pedig émeigésre és bevörösödött szemre panaszkodtak. Hoppácska. Tehát egy ilyen zombi járat lett. A repülő egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a hányást, mi okozhatta a fura szagot. Nem nagyon tudják. Na most nyilván nem ezt akarjuk megtudni a stewardessektől, hanem az ilyen típusú helyzetekre való felkészítést, felkészülést, egyáltalán mit kell ilyenkor csinálni. Ugyanazt kapja el kapitány, igaz-e, hogy más teszik a másodpilóta, mint a kapitány, kimelegíti a kaját a repülő, nekem még az is nagyon fura. Amikor az ember repül, forró a kaja, áll lent egy kis törpe szakács, igen, kis raktérben, a raktérben, és melegít. Nem? Igen, hogy de kapod? Adagonként egyesével a kis izérféltálcában. 26-os megmikrózom, 28-as megmikrózom. Meg ez a stewardessi foglalkozás, ez mindig egy ilyen nagy rejtély, nem? Jönnek a kis egyenruhájukban, nyomkodják ott a gombokat, eligazítanak, közben néha elhúzzák a függönyt, ott kicsit priviznek, nevetgélnek, majd kiszolgálnak. Hol kedves, ahol kedves. Miért húzzák el például a függönyt? Ez is egy jó kérdés szerintem, azért, hogy ne lásd... Mit titkolnak? Hát a melegítést, a kis szakácsot, ja, az előbb említettél. Igen, ott van a kis törpe szakács, és ilyenkor jön elő az egyik fiúkból a kis szakács. Mondja el, hogy ültessék a stewardess vállára, és aztán elkezd melegíteni. Szóval, ha van stewardess hallgatunk, írjon nekünk SMS-t, vagy hívja az 555-55-00-át, mondja el nekünk, hogy ez hogy zajlik. Vagy mi történik egy ilyen közös mérgezésnél. Ugyanazt teszik, vagy mi lehetett ilyen? Nem, Zserált Depardieu is a gépen utazott ebben az esetben, és valószínűleg megint elővette a cerkát, verette egy kicsit a padlószőnyeget, és ettől mindenki elhányta magát. Ő azt már repülés közben csinálta, vagy még felszállásnál? Nem, még felszállás előtt, de akkor már bezártak a gépnek az ajtajait, úgyhogy akkor már nagyon-nagyon úgy volt, hogy fel fognak szállni, aztán mégse aztán annyira. Nem. De leszállt? Nem szállt le, ugye? Nem. Hát mivel fel se szállt. Aha. Tehát nem hagyta el a beton. Már hogy a gépről nem szállt, ja, le. De leszállították. Ugye Gerard Depardieu, valaki nem tudná a sztorítot, az volt. Na például ez is egy érdekes kérdés a stewardesseknél, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hmm. Tehát két női stewardess kivonszolta a Gerard Depardieu-t, aki egyébként részegen... Kacsát. Igen, vagy szaladt egy kacsával. Részegen ordibált, felállt, kikötötte a biztonsági övét, így és van. Azt mondta, hogy nem érek ki a budira, de kicsit nem is akarok. És egy üvegbe próbálta meg elvégezni a dolgát, de picit mellé ment egy-két csepp. Kért egy boros üveget. És azért, amikor ott ülsz egy turista osztályon, és Gerard Depardieu melletted egy boros üvegbe próbál belevizelni. Az azért fotótéma. Azért előkapod a fényképeződet. Nem? Igen. Ilyenkor például a stewardessek telefonálnak a gép egyik oldalából, a másik oldalába, a másik végébe, hogy gyere előre, mert valaki pisil, igen, segíts nekem megakadályozni? Vagy odaszaladnak és... éppen elkapjuk. Szóval ez hogy van? Van, amikor nincs is férfi stewardess. Nem? Csak lányok, azért Gerard Depardieu egy 140 kiló, ugye? Legalább. És ráadásul ott úgy tudom, hogy haverjai is utaztak, tehát hogy azért többen voltak, több 140 kilós alkoholista, színész, producer, igen, egy igazi aranycsapat, borászok, stb. Hát úgy gondolom, előre telefonáltak, és akkor így mondták, hogy kapitány úr, Depardieu megint vállalhatatlanul is elkezdik. Ilyenkor bemennek a kapitányhoz, vagy felhívják a kapitányt, mert én néha azt is látom, hogy egy kis telefonon ő fölhívja a kapitányt, és beszél a kapitánnyal. Hát, be nem mehet, van ugye? Olyan is, hogy a kapitány bemondja, hogy a stewardess vegye föl a
telefon, tehát a központi rendszerbe, ilyet én pont most hallottam, múltkor voltunk valahol, és akkor mondta a kapitány, hogy ezt Stuart, ezt kérjük, menjen oda izéhez, nem tudom, hogy hívják, mert nem telefonnak mondják. Mert jól esne, hogy kávét szeretném, ha valaki... Egyébként... Aha. És elkezdett előre rohanni a Stuart, ezt szólt valaki, hogy a kávét ne felejtse, kisasszony, mint abban a híres viccben, igen. Kapitány, jön, ne azt és a kapitány szólt, hogy a stewardess vegye föl a telefont. Igen, igen, valami utasító rendszernek nevezte, mert ott nem lehet a repülésbe így hívni, hogy telefon, mert egyébként az az. De ilyenkor utas nem telefonált oda, hogy megnyomja a gombot, és akkor felveszik, hogy álló kokpit. Kokpit úr, azt szeretném kérni, hogy itt a mellettem ülő... Tehát, hogy nincsen ilyen? Hogy? Hát, hogy oda telefonál egy utas? Az utas nem használhatja ezeket a telefonokat. Az utas nem használhatja, tehát ezek előre lógnak, és azokat csak a sztyúvik használják, illetve a sztyúvik úgy használják, hogyha hátul áldogáló sztyúvinak szól, őt föl tudja hívni, hogy ne kiabáljon át, hogy Aranka hoz még egy zsömlét a 26-osnak, meg kért egy kis vajat is, hanem ő elől fölhívja a hátsót, és akkor ők azt vidáma leprivízik, hogy ott éppen melyik utas mit kér. Így szólnak egymásnak. Így van, plusz abban beszél bele, amikor tartja a biztonsági bemutatót. Igen. Azt tudtátok, hogy a sztyúvik közül van egy, aki a rangidős? Tehát nem, fő sztyúvi? Van egy fő sztyúvi mindig, aki felel a többi sztyúviért. Tehát ők nem egyenrangúak a gépen. Neki a leghosszabb a szoknyája, vagy ezt miről lehet látni? Nem, ő a rangidős. Ő beszél. Ő tartja ezért az eligazítást, a fő sztyúvi. A rangidős tartja? Én úgy tudom. Igen? Igen. Hát ő a legokosabb. Hát egy kezdő sztyúvi. Legtapasztaltabb. Igen. Kezdő sztyúvi nem mondja. És ez sztyúvi rosszul lesz, akkor ugyanúgy leteszik a gépet, vagy csak az utas fontos? Csak ki van rosszul? Ez sztyúvi? Jó, ja, nem baj. Nem érdekes, benne van. Húzzátok be a raktérbe. Benne van a pakliba. Mi van, ha az összes sztyúvi rosszul lesz? Akkor az utasok egymást kezdik kiszolgálni? Hát ez egy jó kérdés. Hát, na, akkor leteszik a gépet. Ez egy jó kérdés. Nem, akkor gondolom, hogy a kokpitből hátra jön az, aki a legkevésbé fontos a repülésben. Nem? A robotpilóta. De most komolyan. Tehát, hogy akkor hát ön biztosan, mit tudom én, a másodtiszt. Nem? Hátra jön. Nem kell hátra jönni. Hát el vagyok én ott. Nekem nem baj, ha nincsen steward. Elég, ha megmutatja, hogy mit találsz. Elég, ha megmutatja, hogy mit. Emögött van a törpe, szakácsit a kis hogy sajtom. Melegítenéd meg a kajádat például? Honnan veszed ki az üdítőt? Te ezeket tudod? Mert hogy amikor ezt ők kiveszik, akkor azt te marhára nem látod, mert olyankor van elhúzva a függöny. És az a kis kocsi, amit ők például végig tolnak a két ülés sor között, az nem csak úgy ott van, az valahova be van téve. Azt tudom, hogy bedugják valahova. Bedugják, és le van rögzítve. Igen, lerögzítik, azt is lát. Szomjan fogsz dögleni. Az biztos. Tényleg. Én azt sem tudom, mit csinálnék akkor, ha valaki elkezdene mellettem rosszul lenni. Szólsz a sztyúvinak, hogy itt valaki rosszul van, vagy megvigasztalod? Hogy ne lássák a többiek. Igen, ráteszel egy pokrócot. Gyerekek mondjuk 10 000 méter magasan elkezdenek sugárba hányni többen, azért az dermesztő, nem? Ott kicsit elgondolkozol, hogy van-e még előre. Mi tevet? Tudod, halat. És előtted is már csak egy ilyen gerinc látszik, mert én... És az utolsó falatot éppen tolod be. Azt hallottam, az nem tudom igaz-e, hogy a kapitány soha nem eheti ugyanazt, mint a másodtiszt. De lehet, hogy ez is egy ilyen nagy legenda, tudod, ami a repüléssel kapcsolatos legendák közé tartozik, hogy soha nem ehetik ugyanazt. Tehát mindig figyelnek arra, hogy ők ketten különbözőt tegyenek. De ők akkor választ a kapitány, mit szeretsz a kelbimbót? És akkor megbeszélik, hogy van? Leosztják? De ők kapnak kaját fönt. Miért? Nem hoz sonkás szendvicset? Az ne, vagy csomagol a felesége? Hát persze. Neked van mi csomag? Egyébként? Ez reálisnak tűnik egyébként, igen. És hogy előveszi a kis ételhordóját, ilyen 3-as alumínium ételhordó, összevan a kis szépen egy pakolva. És a, igen, picit alul van. Na, ma te majd kaptam, arra pörgöm galuskával. Hívjon már föl bennünket, ezt Juárd, ez tényleg. Nincs meg az a régi malévos csaj, akit hívtunk egy csomószor? Nagyon helyes volt, nagyon aranyos volt. És, de megvan, csak nem tudjuk a számát. Igen, reméljük jó egészségre körülnek. Volt egy malévos sztyuárdeszünk, egy kicsit idősebb, nagyon sok kérdésre nekünk rengetegszer válaszolt egyébként, lehet, hogy nem mentettük el a telefonszámát. Hogy ezek a dolgok hogy működnek egyébként ott a repülőm? Hát csak 3 hónap, és utána már te tudsz sztyuárdesz lenni. Én úgy elküldeni három, élek. 3-4 hónap. 3-4 hónap alatt téged kiképeznek. Hogy a francba tanulunk meg 3 nyelvet 3 hónap alatt? Alapvetés, hogy menjél már oda, ja. Igen. Igen? Akkor azt hiszem elmúgtuk, Jani. Akkor csak belföldi járatokon, de olyan meg nincs. Én téged el tudnálak képzelni egyébként sztyuárdnak. Én nagyon udvarias sztyuárd lennék szerintem. Igen? Ott olyan katonai rend lenne. Viccelsz? Be van kötve, miért nincs? Én meghúzom. Te bírnád ezt? Egyébként tudnád csinálni? Nekem tetszene. Nekem tetszene. Én szeretek emberekkel foglalkozni ilyen szempontból is. Tehát, hogy annak idején, amikor könyvtáros voltam, akkor is gyakorlatilag erről szólt a munkánk. Jöttek az emberek, kértek valamit, azt teljesítettük, nagyon előzékeny voltam. A sztyuárdok egy kicsit olyanok, mintha melegek lennének. Az összes. Na ez lenne az egyetlen kizáró. Egy picit. Nem a sztyuárdeszek, a férfiak. Aha. Tehát olyan
kicsit nőiesen mozgású, kicsit légiesen tolják azt a kocsit, kicsit úgy veszik el előled a megbaradt, mit tudom én, étel maradékot. Van bennük valami, amitől kicsit nőiesebbek. Te mondjuk ezt a vonalat nem tudnád képviselni, hogy fehér gumikesztyűben ott nagyon-nagyon elveszed. De érdekes, hogy én ugye egymás mellett ültünk, hogy előlem mindig olyan lendületesen, kicsit ilyen sértődötten vett el az ételt, és amikor rád nézett, vagy előled vett el, akkor mindig egy picit ellágyult. Tehát olyat szerintem érzett valami kapcsolásban. Igen. Volt. Hogy nálad ellágyult? Nálad lágyult el. Nálad érezte ugyanazt a vonalat, tudod? Nálam nem. Előlem mindig ilyen meghagytál valamit, és akkor kicsit Jó, de biztos nem tetszett nekik, hogy te levetted az oknodat, mezitláb utaztál, és... és boxer alsóban. És hogy ott takarítottam ki a sárkaparóval, gumicsizmám, hogy talpán. Azt rohadtul nem tudták hova tenni, hogy mezitláb vagy, igen, és egy sárkaparóval tisztítod a gumicsizmádat, tehát ezt nagyon nem tudták hova tenni. Na jó, azt írják a hallgatók, hogy... A pilóta táskája azért ilyen nagy, hogy a grill csirke beleférjen. Na, ők nem eszik azt, amit a gépen az utasok esznek, nyilván egyébként, igen. Ez meg a befőtt. Az én anyukám 23 éve vezető légiutas kísérő. Ő mentette meg egy ember életét a Toronto-Budapest járatban. Vagy a járaton. Aha. Ez még egy malévos járat volt, és kényszer leszállást is végre kellett hajtani. Írja nekünk egy hallgató. A Molnár Andit hívjátok föl, ő stewardess volt. A Molnár Andi stewardess volt. Így van, tényleg? Stewardess volt. Stewardess volt, csak abba kellett hagynia, mert volt egy nagyon csúnya hasizomszakadása. Oh. Mi? És nem lehet. Az egy komoly repülés lehetett. Igen, megemelt valami nehéz ilyen... Elájult utas. Hogy valamilyen ételtartó, ilyen rekeszt megemelt, és akkor volt egy ilyen hasizomszakadása, és akkor amiatt abba kellett hagynia. Úgyhogy... Tényleg? Igen. Összem. És maradt utána egy ilyen nagyon durva heg, tökre recés volt, amikor megnéztem. Nyilván. Egyébként tényleg így volt. Azt hiszem, hogy táncolás mellett stewardesskedett, és akkor kicsit túlterhelte magát. Uh-huh. Ezt nem tudtam. Na, lehet, hogy megpróbáljuk fölébreszteni akkor, hogy mondja el nekünk, hogy ezek a dolgok hogy vannak. Ha valaki stewardess és éppen most készül repülni, megy ki Ferihegyre, vagy most szállt le és hallgat minket, hívjon már föl. Jó, 555-55-00 ez a telefonszámunk. Lehet közben jelentkezni Óven bácsira, Beru nénére, ha valaki szeretné egy szép kis ajándékcsomagot magának, akkor jelentkezzen. Jó? Morning Show. Fél 8 múlt pontosan 7 perce, jó reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Stewardess az utashoz, uram, kér vacsorát, miből lehet választani, igen vagy nem? Köszönjük. Jó. Köszönjük szépen. Gyerekek, képzeljétek el, rengeteg stewardess telefonál, és én ezt nem tudtam, hogy lyukra futunk ezzel, mármint azzal, hogy kihívjanak bennünket a stewardessek, mert hogy nem beszélhetnek. Tehát ez ennyire szigorú már, hogy nem úgy van, mint régen, vagy a malévos stewik idejében, hogy betelefonált egy nagyon helyes csaj, hogy a malévnál dolgozom, stewardess vagyok 20 éve, válaszolok az összes kérdésre. Talán 2 éve volt egy ilyen stewardesses témánk, hogy nem nyilatkozhatnak már a stewardessek sem. Nem, engedély kell hozzá, jó reggelt, sziasztok. Hello, igen. Engedély kell hozzá. Beszéltem egy nagyon kedves hölgyel, Karolinának hívják, de van egy Marian is, sőt ez a Marian tudja annak a hölgynek a számát, akiről te mondtad most, a régi malévos stewardessünk. De nem beszélhetnek, igen, engedély szükséges hozzá. Hát és akkor miért nem adja meg a régi malévos? Mert neki is engedély kell hozzá. Hát tehát, ő már nem stewie. De. Már átment igen, másik légitársághoz. Igen. De mi a titok, hogy tényleg, hogy melegíti a kaját? Nem gondolom, hogy ne kérdezzél rá valamire az ő légitársaságával kapcsolatban, és ha valami olyat mond, tehát, hogy vigyáznak arra, hogy kinyilatkozik, hogyha mondjuk Ryanair-es stewie, Wizz-es stewie, vagy nem tudom, nem mondjon olyat, hogy miért kell a Wizz-er utasaikat vegzálni, hogyha nem elég kicsi a kézipodgyász, akkor ott a beszállásnál még megbüntettek mondjuk 200 euróra. Meg hogy csak 6 ejtőernyő van, meg ilyenek. De egyébként... Ami pont nekik elég. A négy stewardessnek és a két első tisztnek. Igen, és a fedélzeti mérnöknek. Karolina nagyon aranyos volt, azért azt elmondta, amit ti pedzegettetek, hogy az első tiszt tényleg nem heti ugyanazt, amit a kapitány. Tehát nem lehet ugyanazt kajálniuk. De az a hierarchia miatt van. Igen, a kapitány eszi a finomabbat. Én kapitány vagyok, nekem a feleségem süt fasírozottat. Én felmegyem a gépre, és azt mondom, hogy öcsi, kérsz, és öcsi a másodtiszt, mondjuk. Öcsi. Mi így vagyunk, hogy öcsi. De öcsi. Öcsi, hát öcsi. Igen, jó. Öcsi, kérsz. Hallod, öcsi, pöcsi. Akkor ő azt mondja, hogy... Mi kicsinált fasírta, de tudod, mit kapsz? Ezt. Akkor ő azt mondja, hogy köszönöm Balázs, nem kérek. Nem, köszönöm Balázs, nincs ilyen viszony köztetek. Akkor köszönöm pöcsi. Kapitány úr.
Öcsi és Pöcsi. És ő visszaszól nekem, hogy köszönöm, Pöcsi, nem kérem. Igen, ők jellemek. Ő nem ehet belőle. Mert hogyha az asszony mondjuk beletett neked valamit, mert szeretne tőled megszabadulni, akkor sajnos... Tényleg? És ha felviszek egy csomag jó reggel kekszet, az se ehet? Az sem, mert abban meg az asszony belefecskendezhetett valamit. Igen. Pontosan. Tehát, az a beszélgetés nincs kapitány és másod, hogy van egy almám, megfelezzük, és nem. Tehát semmiből nem ehet. Se, hogy a pirosabb oldalát teszed te is, a zöldebbet ő. Úgy egy marék zizit. Egy csomag ropit. Egy kis darab felfújtat. Egy kis krumpli szirmot. Nem bratisztatnak. Mindenki eszi a maradt fél üveg ruszlim, kérsz. Tehát akkor ez nem legenda, ők nem ehetnek. Nem, halat végképp nem ehetnek. Halat miért nem ehetnek? Hát gyanítom, hogy lehet, hogy könnyebben romlik, vagy hát te tudod, te vagy ilyen nagy mester. Ott romlik könnyebben, és könnyebben romlik. Bocsát, és neked odaadják. Miért friss halat visznek fel, és ott készítetik el, vagy miért, hogy mi az, hogy könnyebben romlik? Nem tudom, hát valami miatt konzervhalat sem? Nem ehetnek halat. Ez érdekes. Látták az Airplane című filmet valószínűleg. Ja, csak gömbhalat nem ehetnek. Ja. Jó, amit egy japán szakács ott készített. És azt nem kérdezted, hogy miért húzzák el a függönyt, hogy ott mi történik a függöny mögött? Priviznek, rögnek? Megadta a szállat. Megigazítják a csomagot. Hát nekik is kell. A csomagot igazítani, egy női stewardess ne igazítson csomagot, mert akkor nagyon palira vagyunk. Nagyon palira vagyunk éve akkor. Miért meleg a kaja? Van egy kis törpe szakács lent. Már a kaját is? Nem úgy. Nem elég, hogy bántod a férfi stewardesseket még. Nem, hogy kimelegíti a kaját. Jó. Van lent a raktérben egy kis szakács? Miért húzzák el a függönyt? Igen. Mit akarunk még tudni? Na, mondjátok. Figyelj, a hajtómű ez nem terem el hőt. Nem lehet, hogy ott melegítik a kaját. De is kapaszkodnak kívül. Vagy belülről nyomja oda valaki a falához. És igaz-e, hogy a férfi sztjuárdeszek, amikor megpihennek, összejönnek-e a lány sztjuárdeszekkel, vagy a kapitány például vadászgathat-e a nőtlen sztjuvik között, vagy ő például, mit tudom, egy bankoki szállodában ők megállnak, akkor inkább kimegy a Petpong negyedbe, és akkor ott van. Petpongba? Hát, hallottak-e már kapcsolatról? Biztos, hogy így kapitány van. És Csuvi között, biztos. Vagy ez egy ilyen legenda, és egyébként nem közeledem. Ez legenda, fejből tolom. Biztos, hogy olyan, mint például mondjuk a hiénáknál, az alfa hím. Tehát ő eszik elsőnek, és kami marad az a többieké. Tehát szerintem a kapitány mindent visz, és amikor már eltelt, akkor na jó, a többieké. Tehát a három csík a vállapon az a... Az. Befutó. Az első nem értem, hogy miért nem nyilatkozhatnak, ez valami államtitok a repüléssel kapcsolatos dolog? Hát az utas tudni akar egy csomó mindent. Miért nem nyilatkozhat? Hogy megmaradjon a misztikum. Semmi titok nincsen, csak arról szól az egész, hogy egy kicsit így... Például az engem érdekelne szintén, hogy amikor ők Tájföldre mennek, Ázsiába repülnek, és olcsón behoznak parfümöt, ők átmennek azonnal a zöld folyosón, vagy őket is megnézik, vagy ők csempészhetnek cuccokat, és mondhatják azt, figyelj, menjek kicsi kínai olcsóba, felesbe hozom neked, 30 darab parfümöt behoz, egy szubiesít eladja. Az ételmelegítést, az biztos, hogy nem mondanák el, azt, hogy csempésznek olcsó parfümöt. Na, azt tuti. Na, ebbe biztos vagyok. Anna, az olcsó parfümöt még kérdezek, hogy csempészhetnek el Kínából árut, hozhatnak-e szatyorba. Az biztos, hogy nincs ebben a kis kártyájukba. A szabályzatban biztos, hogy nincs egy ilyen pont, hogy parfümcsempészés. Mert régen... Erről nem nyilatkozhatsz. Igen, erről nem. Gondoljatok bele, régen, amikor volt a malév, de igen? Még az emberek ugye valuta kerettel éltek, nem volt mindenkinek útlevele, és nem röpülhettek, hát ők... Röpül? Jó, én így mondom, hogy nosztalgikus élmények ébredjenek benne. Nem röpülhettek. A röpülés felé? Akkor egy stewardess. Aha. Behozhatod bármit a hűn áhított nyugatról. De a repülőn? Röpzaja. Nem, göbzaja. Göbzajjal a lopott holmit beutaztatták. Röpcsin. Beröpültek a lopott holmival. És gondold, hogy akkor kiment a stewardess, telepakolta a parfüm, csokoládé, kakaó, hát akkor az nem volt. Nem most semmi, hogy nylon harisnyom, hát az sem volt, érted meg arany. Magukra öntötték és kicsavarták aztán a ruhát. Laborban. Nyilván így van. Csavard azt a laborban, csavard a laborban. Miért majd megdöglek. Szóval, hogy ez hogy van? Gyerekek, komolyan mondom. Nem igaz tényleg, már hogy... Stewardess, aki már nem stewardess. Egy nyugdíjas stewardess, akinek már lejárt a titoktartási szerződése, vagy ilyesmi. Aki még mit tudom én, mivel a, hogy hívják, a maszovlettel repült. Na, most miért mondasz ilyen? Kapitány úr, maszovlett? Nem, majd holnap. Nem, most kicsit kialvatlan vagyok. Nem, feleségem van. Gyerekek, nincs egy Molnár Andi számunk, Necsi, nekem nincs meg a Molnár Andi száma. Még.
Igen, engem kérdél meg, hogy kérjem el tőle. Menj be oda, kérd már. Kérd már. Nincs neked se Lac Molnár Andi számod? Most mit csinálna? Informál? Azt írja valaki, a repülőn nagyon fontos az egyensúly. Ha a kapitány Népszabiból eszi a zsíros kenyeret, a másodpilóta ugyanez csak magyar nemzetből tett. Igen. Ha, gyerekek. Annyi fontos kérdés, ez mind államtitok, hát ne csinálják már. Egyébként annyira el tudom képzelni, hogy tényleg így, na, kicsit megéheztem, magam elé nyúl balra a kapitány, és felvesz egy ilyen kis veszőkosarat, ilyen kis fedeles kosarat, kivesz belőle egy kockás kis. Hogy hívják ott konyharuhát, ha az ölébe teríti, és azt és letörölgeti a kapitány. És kisebb a szalonnál. Mi az, mire legránátos kocka? Tudod, hogy mennyire szeretem. Na, mit tudtál meg? Na. Itt vagyok, megjöttem. Tehát mindig nem nyilatkozhatnak? Nem nyilatkozhat. Hát a közben megváltozott, hanem csak azért. Nekem elmondja azért, hál' Istennek, Karolina. Tehát légiutas kísérő nem ehet az utas előtt, ezért húzzák be a függönyt. Hogy ott közvetítőbb a kajára? Kajálnak, nem lehet, nem láthatja az utas, mert... Nem bírja azt, Csubi, egy másfél órás Budapest Münchent, és ő is titokba kajál. Ott komolyan, igen. Hát most egy világ omlott össze bennem. Azért, hogy ne lásd, hogy mégis volt steak. De... Hát csak neked nem és jutott. És a Csubinak van külön kaja, vagy lejmolják a maradékot? Hát szerintem van nekik külön kaja. Van külön kaja? Persze, tehát a légitársaság ad külön kaját? Biztos. Balázs meghagyta a felét. Azt nem eszik meg, azt elcsomagolják vitrínbe. Nagyon fontos, lopnak-e a minibárból? Visznek-e haza ilyen kis üveg unikumot? Tudod, van ez a kis viszki, kis unikum. Visznek-e haza a borból, illetve a megmaradt kaját? Amivel ugye nem tudnak elszámolni. Azt is moslékos vödörben, persze. Nem úgy értem, hogy amit visszaad az utas, hanem hat utas nem kéri ki a kaját tárcáról. Biztos, hogy így van. Jön egy ilyen köpcös kis bácsi kezes lábasban, egy nyitott platós teherautóval, aminek tiszta moslék a platója, és beáll így a Boeing mögé. És akkor söpli. Így, mint ahogy hívják, mint a gyermekélvezés, vagy az iskolai konyhák mögött. Emlékeztek erre a típusra, és aztán hazaviszi a disznóknak. Biztos, hogy így megy. Gyerekek, kaptunk SMS-ben Molnár Andi számot, valaki azt írja, de nem tőlem van. Jó. Lac, van Molnár Andi számunk, csörögre, ott van. Neki. Már van Molnár, jó. Gyerekek, ennyi kérdés, hát ezeket most már nem hagyjuk. Ne küldj neki SMS-t, akkor... hogy mi vagyunk, mert nem veszi fel. Akkor van olyan, hogy butik szerviz. Tehát butik ugye, szerviz. Igen, amiből nekik jutalékuk van. Ja, tudod, a parfümöt ott parfüm. Lehet megvenni, amit nagyon ő már nem tud elcsempészni. Ezért kínálgatják ennyire, mert nekik abból van valami kis szerviz. Jutalék van benne. De azt mondjuk meg is érdem, butik szerviz. A butik szerviz az nem, amikor bizsukat javítanak a kép? Akkor következő kérdésre válasz, hogy összejött-e a kapitánya. Igen, van ilyen házasság is, tehát nincs benne semmi olyan kizárólagosság a szerződés, hogy azt mondja, hogy nem szabad, cégen belül. De ők nem repülhetnek együtt. Hát a gyerek a... miatt, mert ha lesz volna a gép. Ja, értem, hogy ha már gyerek van, akkor külön gépen. Aha, az lehet, nem, hogy ezt nem tudom. De olyan van, hogy valóban összejött a légiutas kísérő és a kapitány. Jó, de hát itt most nem a klasszikus szerelem romantika házasság vonalra gondoltunk, hanem hogy... Na, de valószínűleg ez is így indult. Hát miért ne? Hát valahogy elindult, így van. Egy sötét pekingi éjszakán ottok a szállodában egyébként. Ugyanolyan szobát kap a szállodában a kapitány, mint a stewardess, amikor ott kell aludni például. Ez is egy jó kérdés. Vagy a Stewie-nak azt mondja a légitársaság, hogy jó van, de Stewie vagy neked, jó egy félszó. 5-1-ben. 5-1-ben? Míg a kapitány megkapja mondjuk a nem tudom mint superior vagy deluxe szobát, érted? Tehát ez nagyon érdekes. Ez deluxe plusz. Deluxe plusz. Látjátok, mennyi minden nem tudunk a repülésről? Hát meg egyébként szerintem a stewardessek amúgy se alszanak, hiszen hogyha Pekingben vannak, akkor biztos, hogy olcsó parfümök után kajtatnak. A Peking éjszakát csempésznek a lopott holmit nem kérdezted? A csencselést? Arra már nem jutott időd? Vagy ezt most találtuk ki, amíg benn voltál? Hogy hoztak-e régen cuccot? Parfüm, mit tudom én, kókuszolaj, prosciutto. Már rögtön megkérdezem. Igen, hogy mondták azt, hogy azért van rajtam annyi Rolex, mert több időzónán is átrepülünk, és hogy tudnom kell, hogy mennyi a pontos idő. Ezért van rajtam, de hát nincsen 16 időzóna. Hiszen csak Moszkváig repültek meg vissza. De tényleg mit látsz? Te állsz nyomorultul a sorban, és azt látod, hogy jön a kapitány nagyon menő cuccban, mögötte három, mit tudom én, jól öltözött, nagyon helyes stewardess, meg két stewie, és a végén rongyokban az első tiszt. Átsétálnak. Egy ilyen kis folyosón, külön igazolvánnyal bemennek és felszállnak a gépre. És tök menők. Egyébként csak az irítség beszél belőlük, mert amikor látunk, én például láttam repülőtéren így vonulni kapitányt, első tisztet, és utána a csajok, mi? Én iszonyatosan irigy voltam. De kire? Hát egyrészt mindenkire.
már az egész repülőtére. Nem, hanem kapitány, menő marha jól jó. Nézett ki, első tiszt marha jól nézett ki, mindenki marha jól nézett ki. Stewardessek nagyon csinosak voltak, nagyon netek voltak, eleve ugye három nyelven beszélnek, tehát hogy az egész nekem nagyon tetszett. Meg az, hogy kiszolgáltatott vagy. Ülsz, be vagy kötve, odalép föléd, parancsol, mondja, hogy kösd be magad, fölnézel rá, lenéz rád. Így van. Érzed azt, hogy... Szorosabbra most, hogy vágjon be. Érzed, hogy meg tud büntetni, érzed, hogy ő most ott minden, a mindennek az ura vagy az úrnője, szigorú rád szól, elveszi a tálcsát. Sebestyén úr, kéne fordulj a arcam felé, és húzza fel a nadrágját. Sebestyén úr, jöjjön ki a budiról. Igen. Na, itt van, ami drága Andi, sikerült előkeríteni. Fölébresztettük szegény, te jó Isten. Molnár Andi itt van velünk. Hello Andi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Már futottam is, úgyhogy nem tudtam felébreszteni. Na, hát már ilyen korán. Ilyen nem korán a repülőre. Kezd. Aki szép az reggel is, szép, Charlie megmondta. Te Andi, most hogy nézel ki? Én egyszer köntösben, de nem érdekli rosszul. Hú, egyszer. És a köntös alatt nincs semmi? De egy melegítő. Hisz most futott. Nem, éppen a zuhanyzás kezdtem el, mert hogy nem mindegy, szóval hát igen, hallom, hogy a stewardessekről beszéltek. Figyelsz, miattunk ne álljál le. Nyugodtan szappanozd magad. Már csak az összes kérdést megválaszoltuk magunknak, inkább menj vissza a zuhany alá és tudósíts. Igen, hagyjuk ezt a stewardesses témát, menj vissza azon a zuhany alá. Engedd meg a meleg vizet és utána beszélgetünk. Csak egy gumipapucsot húzz el a lábadra, nehogy egy irgalmatlan frakkolás legyen. Na figyelj, Andi, köszönjük, hogy ilyen korán rátörhetünk. Tele vagyunk kérdésekkel, és rájöttünk, hogy semmit nem tudunk a stewardessekről. A legfontosabb. Na, hát, ha segíthetek. Csempészhettek parfümöt, kókuszolajat és prosútot a táskátokban, ha olyan helyre mentek, vagy régen olyan helyre mentetek, vagy benneteket is átnéznek, amikor mondjuk leszálltok Ferihegyen. Hogy volt olyan, hogy egy római járaton felgörgettél 2-30 kilós parmezánt a lépcsőn. Rajtaütésszerűen szoktak vizsgálódni, de én mondjuk a 2 év alatt soha senkivel nem találkoztam, viszont voltak olyan kollégáim egyébként, akiknek otthon tele volt a fedélzeti italokkal a hűtője, és soha nem kellett WC-papírt és szalvétát vennie, mert hogy mindig rendre bepakolta a kis úti táskájába hazafelé. Hát vagy szorulása volt, és nem volt szüksége. Gyerekek, én gyanítottam, hogy például megmaradt minibár, meg ez a vámmentes, meg ugye nem is a minibár, hanem ott végig tolt, ami ugye nem pénzes, és abból megmaradt, hát azért azt valakinek haza kell vinni. Akkor jól hát sejtettem. Elvileg le kell leltározni ugye a végén, mindenki becsületesen leltározza, csak aztán lehet, hogy otthon is van szükség pont egy zsák zsömlére, és akkor azért becsülik a bőrödbe. Aha. És amikor elhúzzátok a függönyt, akkor mit csináltok? Priviztek? Mert azt hallottuk, hogy esztek, ez igaz? Rövid járatokon is ugyanúgy ehettek? Hát természetesen van fedélzeti étel, ami cseppet sem különbözik az utas ételtől, csak egy picit több díszítés van rajta maximum, de amúgy meg leépítjük a mosolyunkat, és próbálunk utasmentes fél órát eltölteni. Hát te meg nyilván a bosszanovát gyakoroltad. Igen, érdekes, hogy engem úgy hívtak, hogy a Dirty Dancing is igen. Jön. Andi, a 26-os utas kért egy konyakot, hagyd abba a pecsangát, és menjen, vidd ki neki azt a rohadt konyakot. Mi az, hogy szebb a díszítés? Ti szebb kaját kaptok, mint az utasok kapnak? Hogy van ez? Mondom, hogy semmivel se különbözik, csak egy kis több petrezselyem széllel, több meg egy fél koktél paradicsommal, de hát elvileg igen, a pilóták is néha-néha kapnak, ugye mondjuk nemzetközi légitársaságnál sokkal komolyabb volt esetleg gyümölcskosár, meg zöldséges tál és hasonlók, de azért ahol én dolgoztam, ott az nem volt jellemző. Uh-huh. És a Csúvi között is van egy főnök, ugye, aki a rangidős tulajdonképpen, tehát nem vagytok egyenrangúak. Igen. Ő van elől, ahogy belépsz a gépben, általában ő köszönti az utasokat, és utána ő is csinálja mondjuk ezeket az announcementeket, hogy ő beszél, ugye az utasokhoz. Azt olvassa, vagy azt mondja fejből? Ó, hát fejből. Fejből kell tudni. Olyan nincs, hogy egy fiatal stewardessnek a hátára van rajszögezve. Aki ott áll is mutatja, hogy tudod, itt vannak a viszkijáratok. Az elején, amikor vizsgáztuk, akkor remegő hangon mi is könyvből olvastuk, aztán memoriterként próbáltuk elmondani, de hát azért szokott benne
változás lenni, és akkor mit tudom én, volt olyan kollégám, aki így karácsonykor nagyon, nagyon aranyosan így kis karácsony, nagy karácsony, köszöntjük a kedves utasokat, és akkor másnap volt kis egy rúgta. Ilyen hazafelrődés. Ezt nem nagyon szeretik a légitársaságok, ha valaki egyénieskedik, nem? Azt láttuk már, hogy van, aki rappelt Amerikában, van, aki énekelt, és mindig megbüntették, vagy kirúgták. Nincs nagyon lehetőség itt egyénieskedni, nem? Hát igen, mert ugye az első szempont az mindig az, ahogy miért vagyunk ott, ugye egy esetleges vészhelyzet esetén, ugye az életmentés, és hát hogy nem azért vagyunk ott, hogy bohózkodjunk, bár alapvetően az olyan, mint egy színház, nem, hogy felvonulunk, mint a szereplők, igen, az egész, aztán függöny kicsit, kír, igen. És toljuk a trollit, és mosolygunk, kofi, trollit? Szóval hát ez a kocskocsi, ez a trolli. Igen, hogy odafele elkép. Figyelj csak, ha mind a két kapitányt, vagy a kapitányt és az első tisztet kinyírtátok a kajával, akkor ti át tudjátok venni? Tehát te például le tudnál hozni egy gépet? Hogy tudnak venni? Van egy 3 hónapos stewardess képzés, és egy 4 éves kapitány képzés. Nem, hát csak hogyha baj van. Kedves utasaim, sajnos zúlom, én a géphez nem értek, de nézzék csak, ez egy kánkán. Nyilván le tudja hozni a stewardess. Mégis hova kell nyúlni? Igazából tudom, hogy hol van a kalapák, ott a fülkében, illetve hogy hol van a kézikönyv, hogy sikítva hívjam a kollégáimat maximum, hogy de mondjuk minden van, ilyen terhességlevezetéstől kezdve. Gépletétel, terhességlevezetés, igen, robotpilóta bekapcsolás. Amikor elszállásolnak benneteket, a kapitány jobb szobát kap, vagy ott egyenrangúak vagytok a szállodában? Egyenrangúak, de mindenki egy személyes szobát kap. Tehát a nyugalom az mindenkinek kötelező. Hát, hogy a kapitány több helyre is át tudjon menni. Hát általában volt olyan, hogy afrikai országban érkezve, mindig volt egy találkozó ugye a kapitány szobájában az egész legénységnek, és ott egy fertőtlenítő. Kapitány, kéne egy kis fertőtlenítés. Jöjjön már a 221-es betyit. Ezt az anyagot te ismered, mi ez? Tapítaragasztó. De ez csak is az én egészségünk védelmében. Persze, az egészség. Hogy másnap tudjunk repülni. Andi, van olyan dolog, amit kérhetünk a stewardesstől, de mondjuk nem köztudomású, mert például tudjuk azt, hogy mondjuk mit tehet mondjuk egy BKV ellenőr a villamoson. Biztos a stewardesseknél is van egy ilyen szabályzat, hogy például mit tudom én, zuhan a gép, és akkor én gyorsan oda szaladok hozzá, hogy Andi, szerintem már csak 4 percünk van hátra, de nekem 2 is elég. Elhúzhaták a függőt, hogy lehet, igen, valamit. Ez benne van a stewardess kézikönyvben, hogy zuhanás esetén minden utas tessék boldogát tenni. De először a business class. Először first class, business class, economy, tudod. És mi? Igazából semmit nem tehetünk, ami mondjuk így a szórakoztatáson kívül, vagy a szórakoztatás jelenteni egyébként. Az első a biztonság megteremtése. A sajátod, oké. Látják azt a kis csónakot, ott ülök, igen. Egyébként tudjátok, hogy a biztonsági bemutatón is azért van az, hogy először mindenki a saját maszkját húzza föl, és utána esetleg az arra rászorulóét, a gyermekét, mert hogy először muszáj magadat rendben tudni, hogy másoknak tudjál segíteni, úgyhogy ez így. Jani, hogyha egyszer zuhanunk együtt, én először biztonságban leszek, aztán megkereslek valahol is. Jó, én előre küzdöm majd magam. Dacolva a gravitáció. Ismerve a Janit, valószínűleg budin lesz, és valamit ott beszorul éppen, igen. Vagy ráesik valami, igen. Na, nem jól, lehet a WC-be beszorulni egyébként. De tehát tényleg? Van egy ilyen kis titkos nyitó, ami azt jeldeszek, ugye tudnak, hogy hol kell kinyitni, és nincs olyan, hogy valaki beszorulna. Hát dehogy, hát, hogyha mondjuk háttal támaszkodom a budinak, és lábbal tolom felétek, ott nem fogtok ti bejönni. Akkor is végzek azzal a magazinnal. Akkor is megbünteted magad. Igen. Andi, nagyon drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Folytasd az zuhanyzást, jó? Szép napod. Okay, puszi, köszönjük. Molnár Andi, ciao, hello. Megszakított zuhanyzás. Jó, gyerekek, a szörnyű dolgokat álmodtam megint. Na, hú. Nem is tudom, hova kezdjek. Most. Még most aludj. Nem, kajáltam egy kicsit tegnap este, de nem durva dolgokat egyébként. És én nem is tudom, hogy mi váltotta ezt ki. Akarjátok az újabb fejezet Bali agyából? Aha. Című dolgot elmondani? Mit kezdjük azzal, mert azt meg tudom legalább. Képzeld, de nem emlékszem.
De ott tartok, hogy nem emlékszem arra, hogy, hogy mit. Majdnem három sikrek egyébként. Igen, három sikrek. Nem emlékszem. Egymás mögött voltak. Nem, tudom. Igen. Azért nem látszott. Egymás mögött voltak, nem láttuk őket. Hárman vannak. Igen, a Viki csinált ilyen csirkét, és ilyen majorannás, ilyen tepsis krumplival, de mindezt 6 órakor, amikor a gyerek hazajött az óvodából. Fekete listára verő. Annyi. Soha többet, nem a Viki mellett, a tepsis krumplival. Érted? Ne csináljon többet? Nem, többet ne egyet. Ilyenkor mindig meg kell jegyezni azt, hogy mi volt az étel, ami kiváltotta, hány órakor etted ezt az ételt, abban az idősában te többet ne vacsorázzál, és azt ne vacsorázz. Mm-hmm. Igen, csak én azt hittem, hogy akkor van ez, amikor 8 után nagyon bezabálsz, tudod, vagy 8-kor, vagy még 7-kor, és hülyére eszed magad szalonnával, meg nem tudom. 6-kor egy ilyen laza vacsora a gyerekkel. Tehát, hogy én tényleg semmi. És utána a gyerekkel sem szabad többet enned. Lehet, a gyerek lehet, olyan katartikus élmény volt a gyerekkel a vacsora, hogy lefeküdtem aludni egészen korán, és elindult az agyam, és elkezdődött az álom. Az álom arról szólt, hogy elindultunk szülni. Uh-huh. Mármint, hogy én ugye Vikivel elindultam szülni. Jó, mostanában minden második álmod így kezdődik. Várjál! Egy adott ponton visszakerültünk azért régi lakásomba, ahol Viki azt mondta, hogyha nem maradok ott a szobába, és nem ott fogunk lakni a szobába anyáméknál, ahol most ugye anyámék laknak, akkor ő gyerekkel együtt kiugrik az ablakon. És kimászott a szúnyogháló másik oldalára. És állt a panellakásnak a harmadik emeleten. Elindultuk a hév megállóba. A hév megállóba jött egy orvosi kocsi, ott felszedett minket az orvosi kocsi, és onnantól kezdve én szültem. Belőled jött ki a gyerek. Igen. És képzeld el, mintha rétes tésztát, itt kihajtogatták a hasamat. És mondtam a dokinak, hogy én úgy tudom... Akarom én ezt hallani. Én úgy tudom, hogy valami érzéstelenítőt ilyenkor kell adni. És a doki a hév megállóból műtött. Van egy hév megálló nálunk, hév megállóból műtött. Tehát ő volt a hite, és te hol voltál? Én fönt voltam a héven, mert kiderült, hogy a hév a műtőkocsi. Figyelj, nagyon beteg volt. Melyik állomás volt? Ott a Filatorigát, igen. Tehát az a rész, igen. Egy olyan pidurál is a Filatorigátnál. Megszültem a gyereket. Amit az Istennek se akartak rám tenni, ez egyébként tudom, hogy honnan jött, van egy Bölcs Baba nevezetű könyv, amit most olvasok újra, mert nagyon jó dolgok vannak benne, még a Domjántól kaptuk, és szerintem innen jött az egész szülés meg gyerek, mert ezt olvastam utoljára. Ez ebben a pillanatban akkor ugrott be. Akkor tepsis krumpliért a Domjának hibás. Végre könyörögtem, hogy tegyék rám a gyereket, aki ilyen kék színű volt, és itt jött a legszürreálisabb rész, hogy a gyerek elkezdett beszélni. És apa, mondta, apa. Nem, képzeld, de folyékonyan. És rosszul voltam tőle, és nem szerettem, és a hideg rázott, és azt akartam, hogy ne beszéljen, és legyen olyan, mint a többi csecsemő. És beszélt. Beszélt, és utána fölkelt, járt, sétált, és beszélt. Oh. És hazavittük a Bennyhez, aki nem szerette a testvérét, mert csoda. Ugyanúgy beszélt, dumált, és kioktatott minket. És jött a gyerek, tudod, de újszülött volt, és jött itt két lábas, oda ment a hűtőhöz, dumált, intézett mindent, és azt mondtam, hogy Jézusom, én gyűlölöm ezt a gyereket. Ez érted? Mennyire durva? És beszélt. Vagy. És így, jó, kösz, így kell csinálni, úgy kell csinálni, leosztott a Bennyt, leosztott minket, érted, dumált kicsit, köszönt, és az volt, hogy nagyon akarjuk ütni. Hogy miért nem olyan, mint a többi? Ne legyél zseni, abból itt a lapád. Ne legyél zseni, utállak, hogy ilyen vagy, tudod, és ez volt. És ilyen verejtékben úszva ébredtem föl, és megnyugodtam, ránéztem a Vikire, láttam, még nagyon nagy a hasa, egyben van, megtapogattam magam, én se szültem. Figyelj, annyira megkönnyebbültem. Viki, van egy gyógyszeres polc a konyhátokban, hogy nem nyúltál félre véletlenül? Megvan egy újszülött, aki járkál, dumál, és mindezt ilyen nagyon idegesítően. Tudod, vannak ezek a kis koraérett kisgyerekek, tudod, akik így... Jaj, anya, hogy fogod azt a villát, nem így kell. Jaj, anya, igen, ez a kis százmarci volt, de mindezt egyébként újszülöttem. Figyelj, és hazavittük, és azt hittük majd, hogy Benny megkedvel, és a Benny se szerette. A Benny se szerette, mert a gyerek okos volt, és beszélt. Tudod, milyen szürreális volt? Hát fú. A csodál, de arra készülsz, hogy egy csecsemőt hazahoznak apádék, és egy kis felnőtt jön. Hát mit szeretne benne? És vannak azok az álmok, amik ilyen nagyon tisztán megvannak, és akkor rám tették, és beszélt, akkor azt hittem, hogy csak én képzelődöm, és ő nem beszél. És nem hagyta abba, és ott feküdt, tudod, minden gyerek ott alszik, sírtogál, szopizik kicsit, és dumál. De úgy, hogy én szültem meg, az én hasamból vették ki, figyelj, nagyon beteg volt. Álomban azt mondja valaki, ebben az esetben mondjuk a gyerek, azt mondja, hogy most azt hiszed, hogy álmodsz, de nem. Ez az igazság. Ez a legdurvább, amikor az álomban mondja azt, hogy nem álmodsz. Igen. Azt hiszed álmodsz, igen. Azt hiszed álmodsz, de nem. Szóval... Csak egyes mest anyukától, hogy kipakolják a kis szobát. Fú, nem, Lajos barátom irogat. Szóval egyszer szörnyű volt az egész, és az volt, hogy a végén ott voltunk a Vikivel, hogy tehát valamit csinálunk ezzel a gyerekkel. A Viki miért riadt föl tulajdonképpen ő arra, hogy begyújtottál a kandallóba a Domján könyvvel?
Nem, én éjszaka aztán fölkeltem, és akkor láttam, hogy egyben van, és akkor visszaaludtam. De rájöttem, mi az oka. Van egy könyv, amit én megint tegnap, ez tényleg nagyon jó. Bölcs baba, ez nagyon jó kis könyv. Aha. Mit csináljás? Hát hogy csináld? Mit gondol a gyerek, hogy amikor megszületik, hova kell tenni, mit kell neki mondani? Tök jó dolgok vannak benne, és nem Belledre ez a... Belledre kell venned a gyereket, vagy nem Nekem kell? Nem. Nem, neked az nem. Jó. Az anyának szülés után? Mit kell azt mondani, hogy az nagyon fontos. Aha, csak igen. Azért, mert hogy azt olvastad, hogy ugye nem kell merre venned, és azért dobtad le, nem? Nem. Én akartam, hogy adják már oda, hiszen ja, megszültem. Akartad, és az Istennek se adták oda, majd odaadták, erre a gyerek megszólalt. De ha olyan mellé lennének, mint Kasszatibinek, akkor sem kellene a melleire venni? Olyan melleim lennének, mint Kasszatibinek. Jó reggel, Tibi, ha fönn vagy már. Nah, még nincs, de majd visszamondják meg. Tudjátok, van az állapot, amikor úgy kelsz föl, hogy így szétárad a testedben az a nagyon megnyugtató érzés, hogy köszönöm, Jézus, Uram. Úri, tudod. És hála akkor így kicsit így megtapogatod magad, így rájössz, és így azt mondod, hogy Jézus, köszönöm, de jó. És aztán így kicsit félve alszol vissza, de visszaalszol. Megvan az, amikor úgy ébredsz? Igen. Fú, basszus. Hú, de jó, csak álom volt. De ez nem lenne egyébként jó, hogyha a gyerek el tudná mondani, hogy... Nem, figyelj, nem. Nincs a sírás, nincs a csöndes időszak nem. Az elején. Nem. Képzeld el, hogy sokan várjának arra, és amikor tegnap este ezt álmodtam, akkor rájöttem, hogy ennél nincs szörnyűbb, amikor egy újszülött neked. És beszél, és kora érett, és öltözködik, aha. És csinálja, és nincs mondja. Nincs vele gondotok. Hát el tudja mondani, mi a baja, fölöltözik, kimegy magának vacsorát nem. Csinálni. Mi apa, légy, közd meg csokolni a kedőt, még nem tudok. Na, ilyen volt. Egy kis frakba leül zongorázni. Két órapos gyereknél zongorázom már frankba, érted, karácsonykor. Egy kis pianinója van benne. Mikor mit tudom, hogy december 15-én megszületik, és 21-én segít teríteni, nem állt. Szóval, hogy az egész, tudod, ja, és mindez képest kicsi, és ilyen gnómszerű, tudod. Fú. És így beszalad, hogy a szobába bedöcög. Atyaisten, úgyhogy hát nem, megkönnyebbültem. Aztán nem tudom, hogy folytatódott, fölkeltem, és utána már a visszaalvás után nem volt semmi. Nektek semmilyen beteg álom, soha? Hát de, csak azokat nem tudom elmesélni egyrészt. Másrészt, de ez a fajta, ez nem, hogy beszalad a kis, hogy hívják a csináltatott, méretre csináltatott zakóban, beszalad a kis emberke, és azt mondja, hogy kibontja a karácsonyi csomagot, és azt mondja, hogy tajtékpipa, mindig elvágytam, vagy ilyesmi. Igen, 1000 darabos puzzle, már megyek is, kirakom. Igen. Nem, csak 1000 darabos, igen, azt már kirakta. Igen, és csak ég. Ó, csak de jó, nincs rajta felhő, semmi, az a kedvencem, igen, mikor nagyon nehéz. 10000 darabos puzzle, Notre Dame. Jaj, de jó. Igen. Mit sem vagyok, és egy fél orrom jön, hogy kirakta, tudod. A félkézzel bekötetsz. Hátrafelé. Úgyhogy nem, megrémülök néha magamtól, meg az agyamtól, hogy miket tudok álmodni. Most nem fogom este ezt a könyvet olvasni, mert nem jó. Már egyszer kiolvastam, de most akkor azt mondom, hogy nem. Hát az is, hogy tepsis krumple, ez egy. Lehet, hogy lehet, hogy igen. Vagy a csirke. Vagy a csirke, de anno 6 körül, tehát nem volt vészes. Ez nem ez az este 9-kor térdelünk a hűtő előtt. Próbálj rá, ordítva zabálunk belehajolva a hűtőbe, tehát én ezt nem tolom. Lehet, hogy ez lenne a jó. Próbáld ki ma este 9-kor hajolj bele a hűtőbe. Hideg csülök pörköltet kézzel. Térdre imához, egy sercivel így a... És akkor szépen, mert ledőlsz, és akkor kíváncsi, hogy holnap elmeséled, hogy mit álmodtál. Mm-hmm. Na? Jó, kipróbálom. Ha ez nem működik, hogy te 6-kor eszed utoljára, akkor lehet, hogy az működik, hogy 9-kor. Egyébként eszed, tényleg, így van. De csak óvatosan. Tehát arra nagyon figyelj oda, hogy megfogod a serclit, és akkor a máj tetején lévő 5 centis zsírnak csak így a felét húz le egyetlen mozdulat. Hogy mennyire nem eszem ilyeneket. És aztán harapjál mellé egy fej lila hagymát. Hideg liba máj zsírjában. Az egyébként jó. Na, most azt mondja. Tessék, próbáld ki ma este ezt. Jó. Majd valamit szerzek. Úgy? És aztán rombold egy kis ágyas pálinkával. Tudod, igen, hogy az már vég lenne. Én így tolnám, ott már valami nagy törésnek kéne, aztán hogy legyen. Oda másznál vikiveri az ágyba, és egy jó zsíros csókot tud. Hát akkor az másnap rossz, nem? Vagy nem azt mondják a hagymára? Az, vagy az, hogy van? Is. Az már aznap is könyörtelen? Neked nem, annak rossz, annak, aki melletted fekszik. Igen, akinek összezsírozod a nyakát. Soha nem álmodtok beteg dolgok? Le, de hogy az nem jöttök egyszer úgy beteg, ami nagyon beteget álmodik. Én akkor örülnék, hogy más is ebben a cipőben jár. Tehát én már kicsit úgy alszom el, hogy félek, hogy mi lesz. Tudod, minden egyes elalvásnál eszembe jut, hogy ma vajon ma mi? Hát mivel mi ma mi történik jó, az agyamban? Mi nagyon jó érzékel, nagyon jól időzítve, így közvetlenül karácsony előtt mentünk bele egy lakásfelújításba, ezért én gyakorlatilag erről álmodok már hetek óta. De nálam vannak pozitív álmok is, csak aztán felébredek. Például most tegnap este azt álmodtam, ez egy pozitív álom volt, hogy a burkolónál volt vízmérték, de aztán sajnos felébredtem.
hogy nem. Egy burkoló nem, mindig a szemére hagyatkozik, ezt ne felejtsd el. A burkoló köntörvényűek. Ez a baj, hogy ez így is van. Arra a szemre nem kellett volna hagyatkozni. Van, a burkolók Józsik, Bélák, Sanyik, az esetek nagy többségében általában, és a szemükre hagyatkoznak. Hát ha már van bennem, van vele vízmérték, ott már nagyobb az alázat, mint kellene. Hát én egy picit sajnáltam, hogy ez csak egy álom volt, hogy volt nála vízmérték, mert ha lehet volna, akkor az azt jelenteni, hogy most be tudjuk csukni az ajtót. Jó, a szobában. De nem baj, majd levágunk az aljából. Ne törődj vele, ilyenkor van az, hogy leszereled az ajtót, és levágsz az aljából. Aha, igen. De ne legyen már azt ilyenkor, a könyörgöm. Nem ilyenkor jövök rá, hogy milyen jó az, hogyha függöny van a szobán, mert akkor nem probléma. Érted, ez is ilyen tipikus a megrendelő rossz hozzáállása. Tehát te vagy a megrendelő, te szeretnéd becsukni az ajtódat. Uh-huh. Ne az legyen, hogy neked, igen, hogy le kell venni az ajtót, és majd ott te fűrészesz belőle. Ahogy lehetek egy ilyen konzervatív, nem? Hogy de jó lenne, hogyha egyébként lennének vízszintesek meg derékszögek a szobában is. Mondjuk, hogyha ha esetleg nincsenek, ezt azért figyelembe veszi a burkoló, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor már valami kis ízével, kis ajzatkiegyenlítővel csináljuk már meg azt a vízszintet, hogy legyen. De nem, kértél ajzatkiegyenlítést? Nem, viszont terepszemlét kértem előtte, de az nem szükséges. Azt mondták. Tudjuk, mi főnök innen is. Ez a baj. Mátod, megint te hibáztam. Kérni kell egy ajzatkiegyenlítést, terepszemlét. Meg tudod, mi a legnagyobb hibám? Én azt gondolom, hogy az, hogy én bízok a szakemberekbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ő szakmája. Nem nekem kell megfejtenem helyette. Nem nekem kell tippeket adnom, és főleg nem utólag. És mi a megoldás? Fölszedeted? Szedesd föl. Hát nem. Hol burkolt? Egy kő lent a földön? De hát egy szobában. Egy szobában lett szépen lerakva egy laminált padló, és most gyakorlatilag az van, hogy vagy visszaszedetjük az egészet, vagy pedig, hogy hívják, vágunk egy picit az ajtóból. Hát az a baj, hogy De ez azért jó, mert akkor alatta be tud majd jönni a macska mindig, és nem fázik. Egyrészt kettő, hogyha az nem lett egyenesen letéve, akkor az előbb-utóbb az el fog kezdeni mozgolódni, kicsit föl fog pupozódni. Hát ez úgy van lerakva, hogy ez már nem mozgolódik. Én örülnék, ha mozgolódna, de ez nem fog. Úgyhogy, nem mindegy. Ez a lakásfelújítás se jó. Igen, és ez a jó, amikor bejön a másik burkoló, aki egy másik munkából kifolyólag van, ott benéz a szobába, és azt mondja, na, első parkettás rakta le. Na, én azt felszedetném. Azért kell ilyenkor, mert egyébként utána ott vagy 20 évig, és minden nap ránézel, és minden nap kicsit zavarni fog. Tehát ilyenkor megéri a plusz fáradtság. Hát, vagy a plusz konfliktus. Sajnos ilyen vagyok. Én szerintem igen, tehát ilyenkor érdemes beleállni, nekünk is elég sok ilyen volt, és mi mindig azért álltunk bele, mert én tudtam, hogy utána az lesz, hogy ott vagy egyébként 10 évig, minden nap úgy mész be abba a szobába, hogy rálépsz, és eszedbe fog jutni. És most még 3 nap plusz, amíg szív, vagy utána 10 év bosszankodás, akkor 3 nap pluszba kell belállni. Szerintem meg némi konfliktusba fökeszedetni. Ezért te vagy a megrendelő. Hát igen. Hát mindegy, ez van. És akkor rájön az ember egyébként, hogy így ezek a régi, kicsit unott, kicsit ilyen közhelyszerű mondások, mint a jó munkához idő kell, hogy ennek azért van valami alapja. Régi jó dolgokból nem maradt semmi. Hát na, igen. Hát nem. Hát, hogy... nem. Ahogy a reklám is megmondta. Amikor gyanúsan gyorsan végeznek valamivel, akkor ott azért. Hát igen, ez kicsit olyan, mint a ló, tudod, a ló is olyan, hogy fölül rá, és az ember, és aztán megérzi, hogy mit szabad, és mit nem. És akkor, ha legyőzöd először a lovat, akkor rájön, hogy te vagy az úr. Szerintem a sok munkás is ilyen, vagy az ilyen típusú munkások, hogy felrakják egyszer, bepróbálnak. Ha nem szólsz, akkor az úgy jó. Aha. Ha szólsz, akkor azt mondják, figyelj, szól, vigyázzunk, és akkor felrakja még egyszer, tudja ő ám normálisabban. Csak gyorsan akar, sok megrendelése van, menne már tovább, hát ha nem veszed észre. Ez olyan mint a ló. Föl kell ülni. Te ott... mit tudsz te a lovakról, tényleg? Hát... egy szamár mellett álltok át. Az igaz, hogy de volt idő, mikor az élőben is lovagoltam, meg álltam én még ló mellett a játékban is. Bepróbálkoznak a lóra, fölülsz, egy perc alatt eldönti, hogy ő az úr, vagy te vagy az úr. Ilyenek kicsit a... A mester is. Sokszor a mester is ilyen szerint. Fölrakja egyszer úgy, amikor döntsd el. Parkettázik a mester, négy kézzel van, ülj föl a hátára. Itt a megoldás. Ja, menj egy kört a szobában vele. Bani mondta, az első egy percben kell eldönteni. Jó. Négy kézláb mester. Hát igen. De minden esetre tényleg néha az ember még így naív. Én sokszor vagyok naív. Tehát azt hiszem, hogy ha kitakarítom a szobát, kiviszek onnan mindent, ha bekészítek neki mindent, hogyha ha meginvitálom, és azt mondom, hogy jöjjön kérem, fáradjon el hozzánk, még mielőtt neki kezden a munkán, nézzen körül, tudod. De hát nem lehet mindenki olyan, mint például Sanyi a burkol, aki írt nekünk egy SMS-t. Mondtam, hogy Sanyi. És még szinte ez lézerem is van, és nem félek használni. Na most... Mit mondtam, hogy mi Sanyi? Mi dolgoztatunk, azt félt használni. Béla, Józsi, Sanyi. Hát régi jó mester hát nevek. Így hívják az összes burkoló általában Béla, Józsi, Sanyi. Na, Sanyit hívjuk föl.
Aha, én most összeismerkedtem egy Tamással, aki nagyon szimpatikus. Gyanús. Tamás gyanús, nem burkol. De... Nem. Már egy másik gyanús. Generáció. Nem, ez egy másik generáció. Tamás nem burkol. Sanyik, Bélák, Józsik. Józsik burkolnak általában. Na jó van. Úgyhogy ez van. De reméljük, hogy azért szép karácsonyunk lesz. Hát valahol persze, egy szállodában. Gondolj arra, nem egy sátorban, kint a kertben. Gondolj arra, beesik az eső a szobába, összegyűjti középen a csapadékot, mert arrafelé lejt a laminált parkettet. Tehát mindenkinek, hogy amikor felmostok majd, akkor oda megy be a... Belső úszó. Meg azért jó egyébként, annyi. Mert mindent megtalál, mindent tudjuk, hogy hol keressük, mert bármi ugye lekerül a padlóra, az begurul a sarokba. Ennyi. Érted is? Ennyi, ott keressük majd. Üveggolyozni nem fogtuk, tudni, nem tudod felgurítani a parkettel, mindig visszajön. Tehát, hogy... Így van. Ez azért jó. Meg, hát, meg hagyhívják, akkor tudjuk majd csak megközelíteni az ajtót Nordic Walking botokkal, mert felmásztak. Igen, mert olyan kaptató van. Morning Show. A Klassz FM. Befizettem egy csomagra, mert úgy éreztem, hogy mondom, itt az idő, nézzünk át mindenféle dolgot. Egy nagyon helyes budai kis ilyen vizsgáló központban mentem el. Aranyosak, kedvesek, töltse ki. Már ott néztem a papírt, hogy van-e olyan betegsége, amit titkol, tudod, ezeket ki igen, kell tölteni, igen. Majd... Orvosság, hogy abban, gyógyszer, igen, kábítószer. Abban az esetben, hogyha vizsgálat alatt eszméletet vesztik, itt értesítsünk. Itt egy kicsit megremegett a lábam, de és hát beírtam. És bejött a zsűlt. Mert mondom, hogy úgyse jön értem. Úgyse jön értem. Ez a kis komplex szűrő csomag tartalmaz egy csomó ultrahangot. Hm. Ezzel kezdtük. Bementem, egy nagyon helyes középkorú doktornő fogadott, és... Ez ilyen manager szűrés, annak az a neve, nem? Talán az egy kicsit még több, komplexebb. Az még komplexebb, ez egy ilyen 40 éves kor fölött ajánlott szűrő csomag, mondom, hogy mi van benne, egy ilyen tüdőcét. Hát miért nem az 50-esre neveztél, már közelebb vagy az 50-es. Nem vagyok, 44 vagyok. Ja, negy, akkor még nem. Haloka, tüdőcét, vér, vizelet és egy csomó ilyen ultrahangos vizsgálat. Ezzel kell kezdeni. Egy nagyon helyes középkorú doktornő van, aki ért ez a dologhoz, és egy titkárnő van mellette, egy asszisztens nő, aki írja az eredményeket. Ő egy fiatal, nagyon helyes, nagyon dekoratív. Igen. Kis hol van volt. Ez a hely? Majd elárulom. Sose tudom, hogy jó-e vagy nem, ha egy ilyen asszisztens nő van előbb-utóbb azért a cégem. Azt gondoltam én is, hogy jó, egy darabig. Na, bementem a vizsgálóba, mondta a doktornő, hogy akkor vegye le az inget, feküdjön föl, tudja most ahhoz, hogy az ultrahang működjön, kell ilyen zselét nyomkodni rá. Hideg és kellemetlen. Ehhez meg kéne fordulni a Rákóczi úr, még nem az a vizsgálat. Igen, és tolja le a nadrágját. Nem, ez nem volt. Megnézték a nyakiütőreket, mi van itt? Lecsusszant a hasamra a néni, ott akkor mondta, hogy ilyen májat nagyon rég látott. Aha, annyira nagy. Csodálatos. Nem, mondta, hogy egy sem. Egy 50-es férfitől ez. De én még csak megy. Úgy is mondhatnánk, májzsugorodás, gyönyörű. Nem, semmi baja nincs. Csilli-villi, máj lépvizsgálat másik oldalon. Lép, gondolom. Lép, van. Vesék, majd lecsusszan ugye prostata. Aha. Azt is meg ultrahangozza föl. Ja, ultrahanggal. Ez ultrahang. Az humános. Ultrahang, azt mondta, hogy soha még ilyet nem. Törölje le magáról a zselét, mondta a doktornő, és vegye fel az ingét. Hú, mondom, végre. Ennyi? Várjál. Ja, ernyőképszűrés is volt? Igen, ernyőképszűrés. De akkor mondták, hogy húzd félre az aranyalfa. Ez az aranyalfa jelet, igen. A bizsú aranyakláncot vegye le, Ferenc, ami fennmarad a vizen. Húzik. Maga után lebeg. Tehát itt jön el az a pillanat, hogy mégiscsak kellemetlen, hogy két nő előtt fekszel így félmeztelenül. De felsóhajt az, hogy vége. Hogy vége? Mondtam, hogy köszönöm szépen, melyik a következő állomás, hova menjek át, mert ilyen külön vizsgálók vannak, és mondta, hogy sehova ne menjen, mert itt folytatjuk, tolja le a nadrágot. Ajajajajaj, de rosszul hangzik ez. Jaj, de rosszul hangzik. Hogy de hát mit érdi zület, vagy ezt nem szokták ultrahanggal. Nézd a tattert, hát érdi zület. Mondom, hogy fáj-e, iszé, hát tolja le, letoltam a nadrágot, ott állok a gatyában. Meg... Boxer vagy ilyen fecske? Boxer. Helyes, jó. Nem áll. Nyugtass meg, hogy boxer. Jó. Azért. Nem akartalak megbántani ezzel a kérdéssel, csak tudom, hogy valaki fecskét hord, ezért bíztam benne. Nem bántottál volna, meg én mondtam volna, hogy fecske. Bíztam benne, hogy 2-1-re hozzuk a boxer versus fecske arány, de akkor hoztuk. Jó. Így van, nálunk ez van. Karvajok vannak a kertben. Fecske. A seggem. Igen. Rajtam az ink, fölveszem, mondom, letolom nyilván. És mondja, hogy ne csak azt. Ne! Hanem, Jézusom, hát mondom, miközben ott ül egy... Hogy ott ül, két hölgyel vagyok bent. Hölgyel vagyok bent, azt tolja le a nadrág, letoltam térdig, azt mondja, de ne csak azt, hanem a kis nadrágot is. Ne! Nézek így magamra, mondom, van rajtam még egy rövid nadrág, de nem, hogy ő a gatyára gondolt. De mondom, hogy mit tetszik csinálni.
Azt mondja, Here Ultra hang. Ne, Jézus Isten, nem olvastad el az apró betűt. Mondom, hogy ez benne van a csomagban? Ez bónusz. Csak láttuk a műsorra, Feri, hát ha már itt van, megcsináljuk. Tiszteletünk jeléül. Hogy mondom, ez így, tehát hogy ez része? Aha, gondolom, hogy van a Here viszértágulat, hogy ilyeneket néznek. Igen, igen, tehát nagyon hasznos, csak nem készültem rá. És ugye ott ül egy kis fiatal hölgy, aki... Már még csak köldökig zuhanyoztál, vagy hogy értél? Mi? Ha készülsz, megborotválod, hogy mit csinál? Ilyen volt. Kiírtod az Amazon azt, hogy viccelsz. Hozod a csempét? Gyönyörű volt. Maguka, tehát az acsi rész, az gyönyörűen minden meg volt csinálva, csak nem készülsz. Már épp kérdezni akart. Plusz akarod mondani, hogy a kis hölgy is marad. Tehát, hogy így megkérdezni. Az nem jó. És az ő marad, jó. Mert ő az, aki ugye az ultrahangnak a méréseit, azokat rögzíti. Meg hogy ne legyen szexuális zaklatás. Igen, benn van egy harmadik. Ja, hogy az azért van. Nem, nőgyógyászatoknál, nőgyógyászati vizsgálatokon, terhesszűrés, ott bent van ugye mindig. Képzeld el, hogyha Feri királt vala sikítos vagy. Feljeletek mindenki! Befelelem magukat! Engem itt megzállok! És ha fogtam magam, letoltam a gatyát. De várjál, menjünk bele a részletekbe. Állsz egy kicsi ingecskében, letolt gatyával már eleve úgy, hogy kint maradt a méltóságod ugye az előszobában. Az teljesen letolod eleve. A kis boxer alsódat, takarod a kis csomagot, fekszel az ágyon nyomorultul egy hideg rendelői szobában, vagy állsz vele szemben, hát és odalépsz az ultrahanghoz. Egyelőre állsz, mert ugye úgy tudod letolni az alsómat. Letoltad, vagy letoltad, de takartad. Mit csináltál? Letoltam, és szerencsére az ing azt takarta, tehát egy kicsit így ellazáztam a dolgot. Kérdezte a doktornő, hogy hol van? Nem látom. Izgulunk. Azért a cekrény mögül. Már csak azt akarom mondani, hogy az a férfi, aki látott valaha ilyen jellegű felnőtt filmet. Felejtsd el. Felejtsd el minden. Hát állítólag te mesélted a múlt héten, hogy ahogy a doktornő és az asszisztensnő ápolás alá veszik a izét a férfi pácienst, nem létezel. Tehát behúzódik, érted? Visszafelé megy be. Tudom, sárpej kutya lesz. Sárpej, így. Pici sárpej. Így az orra. Ferenc, többet gondoltunk magáról? Na, és akkor ezután jön a történet, hogy a doktornéni főhúzza a gumikesztyűt, mert mégiscsak olyan résznél van, azt mondja, hogy feküdjön le. Lefekszel, nem takarod, mert ciki. Takarod, leteszed magad mellé a két kezedet, picit fölhúzod az inget, hogy lássa, hogy neked az ott van. Elmondva is szörny. De nagyon komolyan. Nem akarod fölhúzni, hogy kint legyen az egész. Tehát félig takarod, majd jön a néni, a doktornéni három darab ilyen papírtörölköző darabot letép, kettőt föltesz a combodra, egyet pedig magára a péniszre. Bocsánat, ez nem csúnya szó, orvosi, nekem is ezt mondták, hogy és mondja, hogy fogja meg a péniszét, és húzza maga felé. Jaj. Hát mondom, doktor. És személy, inkább nem megyek menedzser szűréssel, komolyan mondom. Nem így szoktuk csinálni. El kéne ereszteni, ilyen, egy húzakulás lesz. Atya fogja Isten. Meg, ugye fekszel hanyat, tudom. És magad felé húzod a cerkát, úgyhogy a kisimuljon a zacsi, és ekkor következik a kis tubus, amit te már az előbb említettél, ami hideg. Ja, ismerem. És így magasról. Miért nem melegítik? És miközben egyébként ott ül a szerencsésebb helyzetben egy nem túl szép, de szerencsétlenebbeknek egy egészen csinos kis asszisztensnő, aki közben úgysem, te nem figyelne géppel, nyilván nem figyel, mert a századik vagy, de azért ugye és, hát... És amit eszedbe jut rögtön a szerencsés páciens 3D animációs film, amit nem... Igen. Tehát őket, figyeljetek, őket ez tökre hidegen hagyja. Tehát én láttam mind ez a kettőn, hogy hát írva. Már nem az a baj, a hideg a baj. Ja, a hideg. Mert hogy én is átéltem már ezt az élményt, és akkor ugyanez, az egész ilyen sztori volt, jó, mondjuk ott kevesebb volt a csinos fehér személy, de ez a hideg zselé. Miért nem lehet megmelegíteni? Én szerintem komolyan, csak nem is komolyan. A hideg zselé a legdurvább. Hát, eleve figyelj. A méltóságodat ott hagyod, fekszel, letolt kis gatyába, kis összetöppet. Mert te nem úgy reagálsz a hidegre, ahogy én. Az összetöppet kis zacsiddal ott nyomorúságosan ott fogod, szégyellős vagy, takarod, neki a századik, neked az első... És akkor meg volt a Here Ultrahang, ráteszi ezt a kis ultrahanggépet, húzogatja. Fogod a cerkát, igen. Ő ugye az alsó része rá a zselét, fogja a kis gépet, és ő tök normálisan, tehát tényleg orvosi szemmel megnézte a Here, jobb Here, bal Here, minden rendben, közben az asszisztens lány. Két kis mazsola. Két kis asszuszőlőszem. Van abban a mazsolában. Közben ő beírta, többet hogy a akkor... Többet a tőkén. Igen. Asszuszemek ezek, Ferikém, asszuszemek. Ebben aztán van cukor. Késői szüretelés. Írt a mellékhere, egészséges, mittéhány milliméteres, kész. És utána kapsz még hogy hívják ott? Tudom, papírt. Töröld meg, állj föl, tudom. És az... És ott jön a java, hogy még fekve megtörlöd magad, várjál, takarod a papírról a cuccot, és elérkezik a pillanat, amikor föl kell állnod.
Fölkállnod. Kis gatyádban botladozol. És ráadásul nem tudod letörölni rendesen, és egy picit ilyen ragadós az, marad. Ragadós, igen. És nem tudsz merre fordulni, mert vagy a doktornő felé, vagy műszerrel, vagy az asszisztensnő felé. Jó, de utána láttad, az eredményeket, és be volt írva a megfelelő rubrikában nyilván a 8 puttonyos. Tehát, hogy onnantól kezdve már örültél. Az 16-os, az 16-os, az késői születelésű. Jaj, hát tudom, szóval szörnyű. Igen. Klasszik középkori sztori egyébként. Klasszik. Tehát amikor már nem arról beszélnek pasik, hogy ugye mit tudom én, mi volt az edzésen, hanem arról, hogy mit fáj reggel, ha fölkelsz, és mi volt és mi a prostata szűrésen, mi volt a here szűrésen, a viszértágulatot hogy van egyébként, picsi. És találkozok baráti társaságban, és kicsit már mindenki ezt beszéli meg, hogy mi van a másik, mit tudom én, viszértágulatával. Mert azért bajunk be ezért, de persze viccesen beszélünk róla, meg mulatunk a szituáción, de azért egyrészt egy kicsit kellemetlen, másrészt meg egy nagyon fontos dologról van szó. Hogyne. Tehát, hogy ez egy véresen kell. Komoly dolog. Igen, egyébként. De gondolj bele, a nőknek is milyen kemény. Tehát gondold, hogy a nő is bemegy egy szobába, hát a nőgyógyászati vizsgálat, ott van egy pali, nekik, a nők érdekes jobban szeretik a palit. Engem jobban frusztrál, ha nő van ott, tehát én is jobban szeretem, ha férfi urológushoz megyek, mert volt ilyen. Én nem akarnék. Komolyan? Csak nőhöz. Nem, csak férfi. Hát ahogy a nők férfihez mennek, ugye férfi nőgyógyászhoz, szerintem a férfi egy nővel találja meg. Aha, jobban. Meg a férfiaknak jobb a humoruk. Például én majdnem nevettem, amikor megkérdezte, hogy trimmel vadon úr, vagy még nem nő rajta szőr. Igen. Mi történt vadon úr? Jó arc. Vadon úr, serdülőkorban vagyunk. Még mindig. De hogy képzeld, a nőknek is milyen kemény. Tehát, hogy bemész, és akkor ott levetkőzöl, felfekszel, terpezben, egy idegen férfi előtt, ugye, szörnyű egyébként, szét nyilván el kell menni, szétteszed a lábakat, és egy idegen pali ott benned, ugye, hát tulajdonképpen mindenféle hideg eszközökkel mattatod a nőknek, még durvább. Mert nekünk csak fizikailag a közérzet rossz, mert fájdalom nincs, de a nőknek, hát én mindig kérdezem a Vikit, hogy ezt, hogy bír, és nektek jobb a pasi? Jobb, igen, szerintem. Komolyan, én voltam női nőgyógyásznál, is nem jött be, és férfi nőgyógyászhoz járok. Ő viszont nincs bejött, egy ilyen, nincs szép. Egy ilyen, hogy látod a szemében néha megcsillanni, hogy te, mint nő, mondjuk egy... Nem néz úgy? Soha? Nem, soha. Nem. Tényleg nem. És te is jobb, hogyha, hogy mondjam, én próbálok mindig elvonatkoztatni, mert az emberben azért mindig ott van, hát azért csak egy ellentétes nemű ember. Hát igen, meg levetkőzöl. Felfekszel, ott van. Igen, hideg műszerek ott jönnek, mennek. És mégsem jobb, ha nő van. Nem. Aha. Nem, ez nagyon érdekes. Sokkal megértőbb egy férfi, sokkal jobban meg lehet vele beszélni olyan dolgokat, legalábbis én így vagyok vele. Aztán biztos lesz olyan nő, aki majd írja a falra, hogy hát már pedig neki a női nőgyógyászat. Persze, mindenki ezt eldönti. Nem nekem tudom, például az urológián sokkal jobb, hogy pali van. De. Tehát, hogy az sokkal jobb. Nekem mondjuk még írt SMS-t is utána. Hogy... Na, hát igen, na, nézd. Kicsit tovább gondoltátok a bulit. Ha nem voltatok még prosztata masszázson, nem tudjátok, mi az igazi fájdalom. Hogy ne ijedjek meg, ha valami történik, azt ő csinálta a pici ujjával. Ojj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 j
hála nem, Istennek. Soha, hála Istennek nem. Nem vizsgálaton, amikor tudom, egy pillanatra csak megérinti, hogy be van egy gyulladva, hanem masszázs. Én emlékszem, mikor mesélted, hogy jártál. Nálam nem egy pillanat volt, mert közben kapott egy telefon. Nem éltetek igazán. Nem éltetek igazán. Nem éltetek igazán. Doki, letenné, vagy kivenné, vagy valami. Annyit mondott a doki, hogy ha nagyon fáj, üvöltsek nyugodtan. Van, aki elájul, van, aki üvölt, van, aki a falat kaparja. Mondom, doktor úr, négyen látták, hogy bejöttem. Mondom, azért az nagyon kellemetlen lenne, ha üvöltek. Azt mondja, fél perc, 10-től visszaszámolok. Jaj. Azt mondta, hogy annyira fog fájni, hogy ilyen fájdalmat még soha nem érzett. Mondom, doktor úr, magas a fájdalom küszöböm. Aha. Jó, hogy akkor térdeljen föl az ágyra. Ezt hallod? Csattan a gumikesztyű. De már ez megalázott, térdelj föl az ágyra. Azt mondta, hogy üvöltsön nyugodtan. Jaj. Fél perc, visszaszámolok. Nagyon fog fájni, és ezt így előre elmondja. 30 másodpercről visszaszámolt az... Nem, 10-től. Jó. Felfekszel az ágyra, feltérdelsz, eleve az, hogy feltérdelsz, szembe veled a fehér csempe, amin kicsi Miki egerek. Tehát az egész nagyon szürreális. Jézusom, ez egy gyerekrendelő volt. Ez egy gyerekrendelő. Letolt nadrággal ott vagy, ő némi kis vazelinnal turbósít, és azt mondja, hogy akkor most jön, de készüljön. És elmondta nekem előre, hogy soha semmi ennyire nem fáj. Megérkezik a prostatáshoz, és a jobb kezével megfogja a válladat, hogy ne tudjál elmenekülni. Jaj! És fél percen keresztül ilyen fúró, nyomó mozdulattal, amennyire bírja, a mutató ujját tolja bele a prostatádba, ugyanis mi történik, ezt a szivacsos kis tesztet ki kell üríteni. Figyelj, nekem annyira fájt, hogy konkrétan leizzadtam.
leizzadtam. Nézd a fiúk homlokát, Jani, törölve. Fél percig tart, soha ilyen fájdalmat még nem éreztél. Soha. Nekem semmi nem fájt, az egész életemben ennyire. És utána mondta, hogy ha valami még utána történik, mikor pisilsz, akkor nem kell megijedni, ezt ő csinálta a pici ujjával. Oh. És annyira fájt, hogy amikor én végzett, akkor mondtunk, doktor, köszönöm, csodálatos volt. Még egy darabig maradok. Lefeküdtem a kőre, és feküdtem egy percet a kövön, lent a rendelőjében, egyedül volt. Nem volt, letakartok a bátyával. Nem egy fekete nejlonnal. Hozott egy tészijabos gofrit, persze. Figyelj, arra készüljetek, srácok. Arra készüljetek. És azóta, hogyha a gyerek Mickey Egeret néz a tévében, valamikor elálljunk. Mindig felüvöltek. Igen, ránézem a képen, és... és fekszel a kövön. Semmi, ha valaki arra megy, vagy ha mentek, jusson eszetekbe, amit mondtam, nem fáj annyira. Soha többször is kellett menni? Egyszer kellett csak menni, igazából vissza kellett volna menni még egyszer, de nem. Azt mondtam, hogy most egyelőre akkor szedjük az elvitamint, aztán meglátjuk, mi lesz. De hogy te, én értem, mit mondasz, a méltóságodat ottó hagyod. A méltóságodat, és utána ilyen nagyon nyomorultul egy papír törlővel még így kicsit... És mondja, hogy ne húzza fel egyből a nadrágját, te ott vagy leizzadva, támolyogsz, annyira fájt, mint semmi egyébként, tehát tényleg a sírás kerülget, és akkor letép neked három ilyen papírtörlőt, és ezt így a kezedbe nyomja, tudod, te meg ilyen nyomorult, ilyen bácsi, és kicsit még így törlöd a vazelint, meg hát minden, ami ugye ott van. Csodálatos. Ez abszolút átélem, mert nőknél például a hüvei ultrahangnál van ugyanez. Hát hasonló, ott is úgy gondolják a papírtörlőt, és az az ember, aki megcsinálta ugye a nőgyógyász ül veled szem, és le kell kecmeregned arról az ágyról, és hát ugye hát a zselé. Igen. Azt mondja, te nem csináltad azt, amit Balázs, hogy kijött a rendelőből, már végignézett az ott ülőkre, és azt mondta, hogy hátramutatom magam, még beszólt az RTL-nek. Mondta, hogy valaki üvölt, van, aki elájult, és azt mondta, hogy azért kell, nagyon érdekes dolgot mondott, hogy nem lenne ennyi prostata rák, meg prostata megbetegedés, ha az urológusok egyébként ezt bevállalnák. Ugyanis mi történik? Az antibiotikumot kapsz prostata gyulladásra, milyen szivacsos, barlangos test, ez nem írtja ki mindenhonnan. És a prostata rák az azért van, mert az urológusok nem csinálják lelkiismeretesen, tisztelet a kivételnek, a prostata masszást, mert nem szeretik. Aha. És mindenfélével kezelik, antibiotikum, stb., de ha évente mondjuk 45 fölött elmész évente egyszer, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen szivacsot, és azt te kinyomkodod, és onnan kijön a barlangos kis részecskéből minden, akkor a prostata folyadék tulajdonképpen megindul, és hát tisztul. És ezért kéne minden férfinek 45 év fölött elmenni. És az elsőre a vendégeim vagytok, mindig jó? Mindig fáj, vagy csak hagyulladt? Hát ezt nem tudom, de... De biztos nem jó. Gyerekek. Tehát nem kívánod. Igen. Na mindegy, írjanak nekünk hallgatóink, jó? Hogy kinek mi volt a legdurvább? Igen, ki látta már Mikiért. Ki látott már még, ki volt ugyanebben a rendelőben, ki volt már here ultrahangon. Női hallgatóink is tényleg, hogy mi szerintük a legdurvább vizsgálat. Mi történt velük, mit kellett csinálni, nő volt bent, férfi volt bent. De nem fájdalomra mondod, ugye, hanem ilyen nem, igen, hogy amikor tényleg te nőként levetkőztél egy ultrahangon, és jött a pali, amikor férfiként elmentél, és ott álltál a kis gatyádban, fogtad a kis csomagot, és herevisért tágulatot néztek. Hát figyelj, tehát a legkellemetlenebb vizsgálatot keresünk meg mindenkinél. A hallgatóink nagy többsége legalább egy ilyenen túl van. Főleg ha nő, hát ott meg hát női gyógyászati vizsgálat. Hát miért, hogyha beleket töltik föl folyadékkal, és akkor utána tudod ott... Kolohidroterápia, ötször voltam, meséljek róla. Jaj, hát, szemben, hát, nem megyek venni a telefonon. Kiváltságból mentünk el, én jártam le egyedül. Pedig korodhoz képest egész jól nézel ki, de... Gyerekek, azt az indiaiak is csinálják. Kolohidroterápia az, amikor meleg vizet engednek be a bélbe, és keringetik. Ez na, az még egy szép történet. De mi egy másik kultúra vagyunk, mi el vagyunk ennélkül. Jó, tehát a legkellemetlenebb, legdurvább orvosi vizsgálatokat keressük, és várjuk az SMS-eket hallgatóinktól. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Olyan dolgokról beszélgetünk, ami nyilván kellemetlen, ha az ember ezt hallja, de közben elkerülhetetlen, és hát mindenkinek van ilyen története. Vagy azért, mert egész egyszerűen a méltóságát tényleg jobb, ha otthon hagyja, és túlesett már nőgyógyászati szűrésen, nőként is vizsgálatokon, vagy férfiként, vagy rettek, hogy ez előbb-utóbb megtörténik, de sajnos, és ez nem is egy korbéli sajátosság, egyszer lehet, hogy 20 évesen esel át olyan vizsgálaton, vagy 40 évesen, Feri elmondta ugye, hogy ilyen menedzser szűrésszerű dolgom volt, és teljesen váratlanul megrepték egy spontán here ultrahanggal. Jó, és esett aztán már a végére, csak nem tudtam, hogy mi a rendes viselkedési mód. Ilyenkor igen. Olvasva az mi a fenét kell csinálni? Én nagyon jól jártam ezzel az egésszel. Isteni szerencséd volt, igen. És arról beszélgettünk, illetve pontosabban arra kértük hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk SMS-eket, hogy nekik mi volt a lehető legkellemetlenebb orvosi vizsgálat, ami vagy azért volt kellemetlen, mert egyszerűen méltóságon aluli volt, hogy 8-an vizsgálták egyszerre, vagy bejöttek, vagy annyira fájt, vagy pedig annyira durva volt. Hát van egy-két kemény SMS.
Kedves Balázs, most vettem észre, mennyire szórakoztat, ha a szenvedéseiről beszél. Ha van egy jó katéteres vagy beöntéses sztori, akire meséljen még. Van, egyébként van. Van, kolohidroterápiáról tudnék mesélni, azon sírnátok egyébként, hogy ott mi történik. Hólyag tükrözés. Amikor a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis tükröt. Jézus. Gyerekek, ezek orvosi vizsgálatok, erre lehet, csak hogy képzeljen. Hát igen, képzeljen, ebben semmi durva nincs. Hólyag tükrözés, a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis ne, tükröt. Ne ismételd! Végbél tükrözés hasonlóan kellemes élmény. Csak imádkozunk, hogy ez velünk ne történjen meg. Lehet azt már altatásba kérni, lehet, ugye? Lehet altatásba kérni, igen, igen. A gyomortükrözés és a végbél tükrözést is. És a szerencsés vagy, akkor egyszerre megcsinálják a kettőt. Komolyan mondom, igen, altatásban. Ilyen nem mély altatás, hanem ilyen kis felszín, egy fél órára kis elbódítanak. Lenne sztori. Fölébredsz, akkor... Lenne sztori. Igen, átéled az egészet a maga összes fájdalmába, és utána elalszol, tudod, amikor rosszul lövik be az adagot. Végigéled az egészet, iszonyatosan szemezsz, és utána elalszol. Tudod, és rémálmaid vannak. Azt mondja, hogy tükrözésen voltam, előtte beöntést kaptam, a WC-ben esett meg a dolog, amikor vettem vissza a nadrágot, kijött egy beteg a mellettem lévő WC-ből, csak úgy odavetette, hogy gyorsan jön mi, még jó, hogy szólt, mert elkezdtem vetközni. Épp az utolsó pillanatban toltam le a gatyám, a tükrözésen az asztalon pucsítottam az ajtó felé. Megszámoltam, 8-an jöttek ki be. A végén megkérdeztem, hogy a kilátás megfelelő volt, ezt András írta nekünk. Miközben én ultrahangon voltam nőként, csinálta a doki, közben telefonált az egyik kezében, közben a bennem lévő ultrahanggép a másik kezében, a telefonon pedig magát nem zavartatva 5 percen keresztül telefonált. Mondanom sem kell, az 5 perc nekem egy órának tűnt, nagyon kellemetlen volt. Egyébként nagyon jó doki, 2 fiamat nála szültem, ezt beaküldte nekünk. Aranyér műtét. 60 cm-es plazma tévén kell végignézned, 50 cm-re tőlem az egészet, mert a doki azon nézte a bekamerázott hátsómat, ha valamit nem látott. De hát... Egyébként ez tényleg így van. Mennyi ezen nem voltam. Magadról? Ezen nem voltam, ott egy monitoron nézed, hogy most éppen... Kicsit... De ez neked muszáj nézni, ez nem elég csak... Ne, ő is azon nézed, jobban látja sokszor. Aha. És akkor vagy gyűrű, vagy lézer, tehát attól függ, hogy... Leégetik szépen. Nagyon szakember vagy ezekben. Nem, lekopogom, ez nem volt. Nem, hát valamikor raknak rá egy kis, meggyűrűznek, ugye? És akkor ott elhal az ideg, vagy az ér tulajdonképpen, és akkor mint a köldök csonk így leszáll. És akkor ott mivel oldod a feszültséget? Ez HD, vagy csak HD Ready? A legszörnyűbb az volt nekem, amikor herevisszér tágulat, Feri, ez te vagy, műtét, mert itt már műtét volt, jött egy férfi nővér kezében egy borotvával, tehát egy férfi, majd szólított, hogy menjek vele, mert előkészít. Mondtam neki, hogy már lekaszáltam a nádat, hagyjuk, de hajthatatlan volt, és nekiállt borotválni a tarlót. Engem ezért fizette. Igen, meg kell csinálni, főnök. De gyerekek, gondoljatok bele tényleg, tehát amellett, hogy valóban szörnyűen sebesek, de hát azért ezen már legalább egyszer mindenki túl van valami hasonló orvosi vizsgálaton, amikor egy idegen pali egy borotvával a kezében előtte térdel a budin, és borotválja a cerkádat, és te állsz, nézel, beszélgettek, elnézel, nem beszélgettek. És ő pedig finoman egy kis borotvával leborotválja, hát hogy utána a szőr az ugye nehogy ottán ott bemenjen, bent maradjon, esetleg bármit okozzon. Nekem sajnos volt ilyen élményem, akkor hölgy borotválta, és borotvahab nélkül tette mindezt. Ne, és nem vittél magadra egy kis... Egy picit meghúzta, mert menekülőre fogta a kis jószág. Menekült a kis tárpegy. Ahogy felé nyúlt, már próbált meg kisiklén a kezé közül, elcsípte a végét, meghúzta, és úgy szárazon, lendületesen 4-5 mozdulattal lehúzott róla. Jó, mindent. De nem szóltál, hogy legalább egy kis gélt, vagy valami. Szóltam volna, már végzett. És rettentő kellemetlen. A nőknek volt. Azért könnyűbb, mert ha izgulnak, ha hideg van, ugyanolyan. De egy pali azért, ha izgul, ha hideg van, ha stresszelsz, akkor azért jelentős eltérések vannak. Van. És akkor magyarázhatod, hogy izgulsz, fehesszek, mindenki ezt mondja. Semmi baj, János. Jó, lehet én ezzel is. Voltam. Minuszgében gyorsultál? Igen, én konkrétan visszabújtam a csigaházba. Nézd, a kis sárfej visszahúzódott a házába. Jaj, de kis, kis aranyos. Mennyire klasszik 40-esek vagyunk, mindenkinek van már legalább egy ilyen sztoria. És ezek csak szaporodni fognak, gyerekek. Ilyen szűrés, olyan szűrés, ide kell menni, oda kell menni, nagyon szép. De neked miért? Mit volt? Ez egy... Visszér szintén? Nem, egy forrázásból kifolyó. Leforrasztod a golyzit? Ja, ezt mesélted? Persze. És akkor, de ez szörnyű kellene. De utána mit kellett borotválni? Hát az viszi a szőrt is, nem? Tessék? Utána mit kell borotválni? Hát egy részét. Egy részét vitte, a másik részét meg a hölgy. Aha. Atyaisten, szerencsémre, amikor a második gyermekem született, éjjel volt, és egy rezisztens doki volt ügyeletben, megvizsgált, majd nem tudta, mit érez, és a szülésznős vizsgálatba kezdett.
Ezt szülésig persze többször vizsgáltak mind a ketten, miközben fájdalmaim voltak alapból. Így egy hallgatónk, aki szintén leányzó. Nekem volt vastagbél tükrözésem, egy olyan csővel csinálták, amiben VHS kazettát is tudtak volna cserélni. Még másnap se zártam rendesen. Írja egy hallgató. Az urológus dokim mondta, hogy volt olyan paciense, akinek prosztata masszázs alatt annyira fájt, hogy az ágy melletti fellépőt elrúgta a gyógyszeres vitrinig, amiből kitört az üveg. Karcsi. Ezt nekem is elmondta az urológus, hogy volt olyan, akinek elkezdés elájult. Abban a pillanatban elvágódott kész. A doktor? Nem, annyira fája, annyira fája. Jaj, magának ez fáj. Mondtam, hogy felnőtt férfi, 50 éves, elmondja, hogy van, aki üvölt, a falat kaparja, és volt olyan, aki elájult, elvágódott. Jézus. Hozzáért, és abban például elájult, annyira, akkora fájdalom. Úgyhogy ha ilyenre mész, szóljál, elmegyek veled szolidaritásba. Fogom és fog? Igen. Ide, jó, ha valaki ott van, én tudom. Jó, ha valaki ott van. Az egyik válladat majd Balázs fogja majd. Az egyiket a doktor, a másikat Balázs. Ide, olyankor bárminek örülsz. Bárminek, hogy valaki tartja én benned. Én viszem a kamerát. Köszi. De csak arc közelébe, igen. A legkelmeletlenebb az volt, amikor ott álltam deréktől lefelé pucéran, és a vizsgálatomat végignézte egy orvostanonc, aki nagyon helyes pasi volt. Ja, égett a fejem. Igen, nekem na, ilyen még nem volt, hogy bejönnek 8-an az ajtón. És nagyon helyes, és miniszoknyás, fehér köpenyes kis rezidensek végignézik. Jöjjenek, a... csak jöjjenek, nézzék. Meg. Nézzék ezt a gyönyörű hereviszér tágulatot. Nem zavarja, ugye Balázs? De hogy zavarja? Hogy zavarja? Gabikám, jöjjön közelebb! Ne maradjon ki senki belőle, a folyosón rácsorog még esetleg valaki? Igen. Kati, jól látod, hátul jöjjön egy kicsit közelebb, ne legyen szégyel, és te meg fekszel az ágyon, okay. És a pokolba kívánod az egészet, és már nagyon mennél. Balázs, bírtalak a széfben. Legyen szíves, figyeljen oda az előadás. Nincs egy dedikált bögréd a csomagtartó, egyébként nyugi, meggyógyulsz hamar, látom a felvételt, nem vészes. Kedv volt ilyen, hogy bejöttek? Ne, Tokik, nála nekem se volt ilyen. A vízszeredhez képest nem is olyan nagy a fejed. Igen. Azt írja valaki, hogy a prostatamasszázs velem is megtörtént. 2 órát feküdtem otthon magzatpózban, a hüvelykujjamat szopogatva. Jó, na jó. Amíg a feleségem tejbegrízt főzött. Nem, ja, nem, ez aranyér volt. Spontán aranyéret vágott ki a doki, amíg én az asszisztensével néztem farkas szemet. Markolva a Túró Rudit írja egy hallgató. Gyerekek, szörnyű, napokkal később is eszedbe jut, hogy ott járt egy másik férfi. Tehát, hogy ez lelkileg is megtör. Tehát, hogy van egy lelki törés is ebben. Hetekkel később is még. Meglátsz egy férköpént, és felsikít azt, és ez nagyon kellemetlen a hentesnél. Nem. Ja, nem, tényleg, kicsit olyan, mintha megerőszakolnának. Tehát szörnyű. Egyébként elveszítesz valamit. Elveszítesz igen. valamit, nem. És ott vagyod a méltóságodat, és átlépsz egy másik korba, egy másik időségbe. Tehát az már nem csak a tiéd. Ott már járt valaki. Egyszerűen elképesztő, igen. Na jó, hát köszönjük szépen a történeteket. Ezek voltak a beolvashatóak. Nagyon, nagyon sok sztorit kapunk, de hát nem mindegyik beolvasható. Köszönjük szépen. Gyerekek, én lázban égek ettől az egri állorvostól. Szóval, hogy ez engem annyira érdekel, és annyira foglalkoztat. Kezeltetni akarod magad? Nem ő akar lenni a következő. egyrészt keresem, hogy milyen lehetőségeim vannak majd a médiázás után. De hogy hát ha azzal indítjuk a dolgot, hogy hát ha van egy hallgatónk ott Egerben, vagy Eger környékén, aki tud nekünk segíteni, és betelefonál, vagy ott volt, vagy kezeltette magát. Az jó. Tisza Nánán is. Tisza Nána, így van. Ugye, ha valaki esetleg nem hallotta, bár szerintem sokan hallották, 2 napja erről szólnak a hírek, hamis diplomát honosított, ravasz volt, majd orvosként praktizált évekig Tisza Nánán ez a hölgy, aki egyébként, hát ügyesen csinálta, mert gyerekek, senkinek nem tűnt föl. Senki nem halt meg, inkább mondjuk így. Hogy senki nem hála halt meg. Hála jó Istennek. Igen. Figyelj, mindent úgy diagnosztizált, hogy tüszös mandula gyulladás. És bejött neki. De figyelj, bennem megfogalmazódik a kérdés egyébként. Hogy bemész egy dokihoz. Egyébként honnan a büdös fenéből veszed észre, hogy ő nem doki? Hát. Tudod honnan? Sehonnan. Sehonnan, basszus. Bent ül egy rendelőbe. Fehér köpeny. Hát én megkajáltam. Ugye? Hány orvosnak kérted ki a rendelőben a diplomáját? Hát úgy megkajálod, mint a húza. Hogy néz ki egy hiteles diploma? Hát érted, van rajta egy pecsét, van rajta pár cirkalmas kifejezés. Hát én már benyalom. Lehet, hogy ki is akasztotta a hamis diplomáját. Ugye ez egy honosított diploma volt, ki is tette a farat. Tehát még akár láthattad is, hát eszedbe jutna. Dehogyis, hogy ez egy hamis diploma.
Ráadásul az ő esetében ugye egy olyan diploma volt, ami szerint ő a franciaországi Toulouse-ban végezte el az orvosi egyetemet. Ott elvégezte. Aztán hát kiderült, hogy nem végezte. Tehát még a betegei még mondták, hogy hát igen. Hát gyerekek, hogy Toulouse. De várjátok, az eseti azért is megdöbbentő, mert ez 2009-ben egyébként elfogadták, tehát ez embereken, szervezeteken átment, majd orvosként kezdett dolgozni. Először az EGRI kórházban, majd Tiszanánál, mint házi orvos. Oda viccad a gyerekedet. Hogy van ez? És egyébként egyáltalán nem kapott orvosi diplomát, sőt, ugye kiderült ugye az ügyészség elmondása alapján, hogy hamis a diploma, tehát, hogy nincs is eleve semmiféle orvosi végzettsége. Hogy a francba praktizált? Mondjátok meg nekem. Meg hogy jutott eszébe, hogy pont ez? Tehát, hogy annyi minden más lehetnél, hogy nem jutott eszébe egyszer is, hogy valaki oda megy súlyos betegen, vagy az volt a terve, hogy aki nagyon súlyos beteg, az beutalja. Aha. Érted? Igen. Tehát ha nagyon látta rajtad, hogy tényleg nagyon rosszul vagy, akkor irány a megyei kórház, majd ott kikezelnek, beutalóval, és az összes többinek azt mondta, hogy tűzös meg. Hát nyilván egy olyan súlyosra, hogy hívják, nyílt törés, mondjuk a combcsonton, az már tűzös mandula gyulladás. De még az orvos, ugye figyeljetek, még az orvosi rendelőt megértem, mert Tiszanánán egyedül vagy, ázi orvos, vagy van mondjuk kettő. De az EGRI kórházban nem tűnt fel senki. Meg soha nem van, aki begyűlt. Hogy? És állítólag se a család. Se a család nem vette észre, se a lánya nem vette nem észre. Tudta a családja. Nem, se az orvosok nem tudták, se a kollégák nem tudták. Gyerekek, egy nő úgy gyógyított embereket, gyerekeket, hogy lementél hozzá, és fingja nem volt az egészről. Azért ez megdöbbentő. De a családnak hogy adta be azt, hogy ő Toulouse-ban elvégezte az orvosi egyetemet? Hát valószínűleg utána jött össze, 30 évesen jött össze a férjével, és ott elmesélte, hogy én Toulouse-ban jártam az orvosi egyetemre, itt a diplomám, az ugye hamis. A nagyobb gáz, hogy amikor honosította, ennek senki nem nézett utána. Érted? Tehát nem hívták föl, vagy nem küldtek egy levelet a toulouse-i orvosi egyetemnek. Nézd, itt van Toulouse-Lautrec alájára. Figyeljetek, és mondom, hogy miket csinált. Igyekezett fejleszteni a házi orvosi praxisát, írja egy cikk, bevezetett például egy infúziós kezelést, amivel a rendelőjében tudott kezelni gerinc problémás. Gondold el! Húha. Tehát, hogy ő nem csak csalt, hanem volt egy küldetéstudata, hogy ő valójában tud gyógyítani. Magas vérnyomásban szenvedő betegeket szintén infúzióval kezelt. Azt nem. Ezt tudod, miért csinálta? Na, azért, miért? Mert az infúzió gyakorlatilag sós vizet tudsz adni infúzióban, amitől semmi, vagy ásványi sós víz. Na de a bransőt meg kell rakni, meg kell szúrni. Tehát egy branült, az be kell tudni hát rakni. Az, hát hogy rakod be azt a kézbe azért? Az első 10-nél fáj, de utána a többi már megy. Igen, az első 10-nél vagy 50-nél még elmegy az hogy hát pöcsönött, picit fáradt vagyok, de elnézést, legközelebb jobban sikerül, és akkor az 51-dik már tök menő. Meg volt asszisztense, tehát azt nem neki kellett berakni, érted? Van a házi orvosi asszisztens, akinek van egy asszisztensi végzettsége, ott a branült. Terike, kedves, nyomjam már be egy olyan izét. Igen, és akkor egy sima oldatos, sós oldatos vizet ásványi sókkal lecsöpögtetett, azt meggyógyult. Igen, de ott van a tiszanánai patikus is például. Tehát ha látsz te egy doktornőtől minden nap, ugyanaz, honnan tudod az antibiotikumot? Tudod-e, hogy azt vírusra vagy baktériumra? Mit írsz föl? Van egy pecsétet. Hát de várja, hogy kapta meg a pecsétet? A patikus látta, hogy 3 éven keresztül mindenki torokgyulladás, mit tudom én, nem tudom, stafilokókusz, nem tudom én. De hát ő meg felülvizsgálja a doktornőnek a diagnózisát, eleve ő nem diagnosztizál, ő csak kiadja azt a gyógyszert, amit felírtak. Hát, gyerekek, vagy bedőlt az egész tiszanánai patikus ipar, mert senki nem vásárolt más, csak torokgyulladás elleni gyógyszert. De az viszont nagyon fogyott. Azt imádták. Nem tudom, nagyon kemény a sztori. Nagyon-nagyon durva. Nagyon kemény a sztori. És a kórházban mit csinálsz? Tehát ott vagy tudás nélkül. Oda szólítanak mondjuk a nem tudom, a traumatológián dolgozol, vagy a sebészeten, vagy a fekvőbetegeknél. Ott azért meg kell oldani, hoznod kell döntéseket. Azokat hogy hozta meg? Nem vette észre senki? Döntött rólad, hogy neked milyen fájdalomcsillapítót, vagy milyen gyógyszert? Megvizsgált, összehasonlított a májadat a lépeddel, megnyomkodott? Csinált egy ultrahangot? Mit csinált ő úgy, hogy senki nem vette észre? Sokat nézte a vészhelyzetet. Vagy mindig összehívott egy ilyen konziliumot. Tehát befeküdt a beteg, megvizsgált, és azt mondta, hogy ajaj, hívom még Kovács doktort, meg kicsit, uraim, nézzék már meg, legyenek kedvesek. Nekem van egy kialakult véleményem, de szükségem van az van egy teóriám, de mit mond erről Kovács doktor? Igen, Kovács doktor elmondja, na doktor úr, milyen nagyszerű, hogy mi együtt tudunk dolgozni és gondolkozni. És ha nem jött be, Kovács doktor annyira mondta. Annyira elhittem meg. Hát, van a településen egy elmélet, most nézem itt közben a megjelent cikkeket, ez már a legmeredekebb egyébként, írja ez az internetes portál, hogy a nőnek volt egy szeretője, aki egyiptomi származású orvos volt, aki Franciaországban szerezte meg a diplomáját, és ott dolgozott. A férfit később Egerben kezelték, és az állítólag az ő diplomáját hamisították át a nő nevére,
és a férfi tanítatta ki a nőt, hogy orvosként dolgozzon. Tehát az igazi orvos tanította meg a nőt, hogy az ő diplomájával, mint hamis diploma dolgozzon. Ez tehát egy elmélet egyébként, ezt a faluban mondják. Aha, tehát a kiskonyhába hátul ők leültek, és az arab doktor az elmesélt, hogy mit kell tenni. Akkor, igen, hogy mit kell csinálni. Igen. Az kemény. Hát és ő... rengetegen szerették, vállalt külön praxist, ügyeletet vállalt. Fej. Hát biztos jó fej, azzal nekem nincs bajom. Oké, tessék, megcsíp valakit egy darázs. Te ott ülsz, mondjuk kamu orvosként, és a gyereke látod, hogy allergiás, és kapott egy ilyen anafilaxiás sokkot, tessék. Aha. Ferenc, te vagy az áldoktor. Uh-huh. A gyerek látod, hogy 2 percet van, hogy megfullad, anafilaxiás sokja van a gyereknek, behozzák, mert ügyeletet, azt mit csinálsz? Láttam egyszer a televízióban, hogy egy tollal itt megbökték a... Megcsinálod neki a gégemetszést? Megcsinálod a gégemetszést? Hát azt még komoly dokik se vállalják be mindig. Hát hogy csinálnád? A gyerek, hát megfullad a gyerek. Sokat facakolsz fel. Az ötlet jó egyébként, azt kell csinálni. Tehát ha mindjárt megfulladott, nincs más rász, hogy komoly doki megcsinálja. Igen, de ott vannak egyébként szerintem praktikusabb eszközök, és hagyd ezt a tollvonalat. Szerintem láttam a tévében. Tele van a szekrény mindennel, ami kell, de te egy tollat fogsz egy kálcium tablettát, és igen, az anafilaxiás sok el, az már lehet, hogy kevés. Ha duzzad a nyelve, és mindjárt megfullad, az már kicsit kevés. Én a csípésre ecetet rakni. Ecet is jó. Anyukám mindig azt mondta, hogy ecetet kell rárakni, igen, vagy szívd ki a mérget szájjal. Az is jó. Gyerekek is, hogy nem tudta a család? Tehát én sétálok a lányommal. Nekem annyi kérdésem van az ilyen hírek alapján. Sétálok a lányommal, Tisza nánám, és egyszer csak nekem valaki oda köszön, hogy csókolom doktornő, és én vagyok a lányom. És mész tovább. Hát azért csak ránézek az anyámra, mama ezt neked... Ja, én! Mama ezt neked mondták, de hát te mit tudom, én zsemlét árulsz 20 éve, nem tudom. Azt se tudták? Tehát hát a család nem se tudta, tehát se az orvosoknak, se a kórháznak, se a rendelőben, se a házi orvosok, senki nem vette észre. De a család azt nem tudta, hogy nincs diplomája a mamának, azt tudták, hogy orvos. Azt nem tudták, hogy dokiként dolgozik. Na, az ne, azért az meglepő vagy azt lenne. Tudták, azt nem tudták, tudod, hogy diplomája van? Azt nem tudták, hogy nincs diplomája. Doktornő, miért mondják, hogy doktornő? Hát tudod, mi van, persze. Hát. Mondjuk, és ez, hogy most akkor kap ő közokirat hamisítás, meg kuruzslás. Hát miért nem dicsérik, megadnak neki 13. hogy havit, és emelik fel az alappénzét, nem? Hát kuruzslás. Most elmegy gyógyítani 5 éven keresztül, isteni szerencsém, hogy nem hal meg senki, és az a vád, hogy kuruzslok. Mondjuk nekem hát azért... nagyon tetszik ez a kifejezés is, ez a kuruzslás. Én azt hittem, hogy ez már picit kiment a divatból, de hát... Na mindegy, kuruzslás, vajákosság. Most figyeljetek, és az azért az tiszta, hogy ő például a kardiológián is dolgozott? Tehát, hogy azért az már nem a tolgyűlöves kategória. Tehát amikor bemegy valaki, érted, egy friss sztrókkal, vagy mit tudom én, bemegy egy izével, egy infarktussal, és akkor oda megy, és akkor nézni, nem nézzük csak, azt hiszem a bal oldal. Ja, igen, a bal oldal. Tehát itt vannak szemtanúk, akik megszólaltak, hogy ilyen bőrbetegségeket diagnosztizált félre, elment valaki, átkezeltette, és a nő fölírta azokat a gyógyszereket, aha, amit már az új doki iratott aztán föl. Doktorom, melanoma? Nem, Teréz. Ja, hogy... És érted, akkor azt mondja, hogy nem, ez egy anyajegy. Tehát az orvosi kamera hogy megy át egy papírt? Tehát most neked legyártunk egy diplomát, az átmegy? Hogy ez a több szervezetbe adta be, honosította, senkinek nem tűnt föl, hogy a diploma kamu, gyerek. Megdöbben, nagyon érdekes történet. Jó, hát van egy szemtanunk, aki ott él, ott lakik, már látjuk az SMS-eket, valaki írt nekünk, visszahívjuk a hírek után, hát ha valaki ismerte, meséljen róla, volt-e nála kezelésen. Akár... Lehet, tök szimpi, és meg is gyógyította. Figyelj, mondhatja ezt. A szemtanunk többsége a cikkekben azt mondják, hogy egy szimpatikus, kedves nő volt. Az eszem megáll. Tök jó. Hát és oda hova jársz vissza szívesen? Milyen orvos az, aki kedves, aranyos? Aki szimpatikus, kedves. És elmondott, hogy nagyon fáj a lágyékot. Torokgyulladás! Már hát mindenkinek torokgyulladás van. Lesugároz az ágyékra. Torokgyullad, de itt fáj egy kicsit, és a gerincem a kettes kilépő csigolya ideg. Torokgyullás! Na de Balázs, hát nem rossz híreket akarsz hallani az orvosnál, amikor bemész. Mindig csak megkapták a torokgyulladást. Ez ja, is ide jó hozzá bemenni, mindig csak azt mondja, hogy egy tröggyulladásom van. Vannak szemtanúk, megszólaltatjuk őket, többen írtak már nekünk SMS-t, hogy ismerték, ott voltak, látták, tudnak róla, úgyhogy visszahívjuk őket. Igen, ezekben az esetekben, amiket ő is kezelt, mondjuk, és itt tényleg el vagy ezzel, hogy tűzös mandulagyulladásod van, oké, ilyenkor mindig az vetődik fel, hogy mi van, ha nagyobb baj van. Hát ez az. Ugye, hogy hála Istennek nem történt a praxisában. Hát ügyeletben lehet nagyobb baj, az ügyelet az azért ügyelet, hogy ott mindent el kell látni, ami történik. Egy-két hozzászólás csak mielőtt bekapcsolnák a hallgatót, vannak orvosok igazi diplomával, de a betegre fütyülnek. Sok példa van erre is írva. Persze, mi most nem arról beszélünk, hogy melyik a jobb.
De nem megnyugtató, igen. Ápolónői végzettsége volt, ráadásul nem biztos, hogy egy háziorvos többet tud, mint egy gyakorlott ápolónő. Darázsírtó pedig lehetett a rendelőből, hogy sose kelljen gégét metszeni, írjenek, hát mint egy hallgató. Bocsánat, ha már benn van a darázsmérge a gyerekedbe, aki ellilult fejjel fekszik, akkor a darázsírtót nem érzem egy erős kezelésnek. Igen. Balázs, könnyű úgy beszélni róla, ha nem tud sok mindent. Tiszanánai lakos, tehát ahogy halljuk, a lakosok még védik is. Egyébként én nem bántom, én csak kérdéseket teszek föl, ami egy emberbe megfogalmazódik egy ilyen hír hallatán, és arról beszélünk, egyetem van esélye részrevenni, és rájöttünk, hogy egyébként nincs. A mi házi orvosunkból kínulva akár én is lehetnék orvos, pedig eredetileg agrármérnök vagyok, írja egy hallgató. Na, van valaki, aki ismerte ezt a hölgyet. Szandra, hello Szandra, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia, hello! Egri vagy, Szandra? Nem, Eger környéki vagyok, de Egerben dolgozom. Egerben dolgozol. Na, és te hol dolgoztál vele együtt, hogy hol találkoztatok? Én az Egri Kórháznak a belgyógyászatán voltam akkor éppen gyakorlaton. Én is egy asszisztensi végzettséget szereztem meg, és abban az időben, tehát minden osztályra menni kellett gyakorlatot szerezni, egy bizonyos óra számít, és én abban az időben éppen a belgyógyászaton voltam. Úgyhogy én innen ismerem. Mert orvosira jártál, vagy valamilyen erős képzés? Nem, ez csak egy egészségügyi általános asszisztensi képzés. Aha, és ilyen ott orvosok keze alatt, igen. És ott volt ő, vagy ott találkoztatok? Igen. Tehát minden reggel, ugye én elmer a gyakorlatosok, azok minden nap délelőtt vannak, tehát nappali műszakban dolgozunk. Úgyhogy amikor ő nappalos volt, vagy az estére ügyeletbe jött, akkor én mindig találkoztunk, mindig átvettünk, ha volt valami instrukciója, lázlapon, bármit, azokat ugye elmondogatta, és akkor azt kellett csinálni, mondta. És ő ilyen köztiszteletben álló, vagy annak örvendő doktornő volt? Az volt, igen, a megítélése? Igen, szerintem semmi probléma nem volt vele, nekem se, és hát azért ugye nővéri berkekben, meg ugye azért így megy a pletyi, tehát hogyha lett volna valami, akkor így mondták volna, hogy hú, te figyelj, ez ilyen, az olyan, és ő róla úgy nem, nagyon kedves volt, csendes volt, és ő úgy nézett ki, tehát hogy nem láttad volna rajta, hogy nem tudja a szakmáját. Aha, és fura dolgokat sem mondott? Tehát, hogy a lázgörbékkel kapcsolatban, hogy nem szóltál neki egy forrót, vagy tartja a kezébe a lapot? Igen. Nem. Hogy mondta, hogy milyen fura ez az EKG, van a kiugró, nem tudom, szívritmuszavarok, ez egy lázgörbe doktornő, és fordítsa ja, vele. Igen. Nem mindegy, azért igen, egy EKG-t elolvasni, hát egy körzeti orvos lehet csinálni egy EKG-t, hát azért azt tudni kell olvasni. Szóval én értem az erős vizsgát, meg itt írják, sok egy egészségügyi szakápolóként dolgozott, hát azért az nem ugyanaz, hogy valaki bejön kemény hassal, fáj a hasa, hogy veszély görcse van, hát azért az doktorként. Látott már olyat egyszer orvos mellett, érted, meg tudta oldani, hát igen. Bátor. Meglepődtél, amikor ez kiderült, Szandra? Először valahogy hirtelen nekem rögtön beugrott, tehát hogy így ültem, hallgattam a híradót, és akkor így gondolkoztam, és akkor így én ugye nem teljesen takarták ki, mert próbáltak mutatni, nem tudom melyik tévécsatornán volt az, hogy mutatták a lányát is, meg nem tudom, és akkor úgy eszembe ötlött, hogy mert azért ugye többi orvost ismeri az ember, meg tudom, hogy kik dolgoznak még ott, és kik nem dolgoznak már ott, úgyhogy én rögtön tudtam, hogy kiről van szó. Hát meglepődni a mai világban, én már semmi nem lepődök meg, aha, de kiderülne még, meg általában mondjuk tényleg nem akarom ledegradálni az Egri Kórházat, tehát amilyen körülmények mondjuk ott vannak, és amilyen orvosok ott vannak, tehát nem tudják, hogy a feléről kiderülne ugyanez. Na, és most az egy picit degradált. Figyelj, mi történik, ha egy ilyen állorvos beosztanak mondjuk a sürgősségére, vagy ügyeletet kell vállalnia? Például egy körzeti orvosnak az ügyelet este 6-tól másnap 6-ig arról szól, hogy akut dolgokat is el kell látni. Tehát ott lehet, hogy valaki beesik, hogy varni kell, hogy levágta a fél ujját, hogy egy balta áll ki a fejéből. Nem, de orvosi ügyelet az teljesen más, mint egy kórházi ügyelet. Tehát, mint a sürgősségi osztály. De mert én most azért kezdem, mert ő is ügyeletet vállalt, mint a házi orvos, tehát esti ügyeletet valószínű, vagy igen, hétvégi ügyeletet. Hát általában az úgy zajlik, hogy ugye az ember betelefonál, elmondja, hogy mi baj van, és első közben megpróbálja telefonon keresztül megoldani a helyzetet. És hogyha azt mondják, hogy ez nem csökken, mondjuk a vérnyomása, akkor fáradjanak be, és súlyosabb esetekben vonul ki az ügyeletes orvos. Tehát egyébként ő az ügyeleti helyet nem, igen, hagyja el. Ő nem hagyja, ezt mondom, de behoznak, igen, valakinek, akit még egy baltál ki a fejéből, és az össze kell varni, vagy bármit. Hát azért az... Hát azt nem, azt továbbítják a kórházba. Akkor az megy a traumatológiára. Aha. Sürgősségi osztályra.
És te most mivel foglalkozol, vagy mi lettél végül aztán? Elvégezted ezt? Hogy nem végeztem volna, persze, és asszisztensként dolgozom egy orvos mellett, úgyhogy... Te meg tudnád csinálni? Tehát ha nem lenne ott a doki, és felvennél egy fehér köpenyt, és valaki beesne, most nem tudok konkrét problémát mondani. Tényleg, ez a jó, amik itt darás csípés, és látnád, hogy allergiás, megduzzadt a nyelve, meg akar fulladni. Igen. Tudnád úgy megcsinálni, vagy tudnál úgy kezelni, mint egy doki? Hát most nem azért, tényleg, tudnék, tehát házi orvosként mondjuk tudnék praktizálni. Tényleg? Hallottam az előbb, hogyan beszéltetek például arról, hogy milyen gyógyszereket ír fel. Nagyon egyszerű. Azért a tüneteket általában egy normális ember is tudja, nem? Tehát, hogy torokfájás, láz... Na jó, de mondjuk egy kétoldali bronhitis, mondom, én nagyon jó házi orvos lenni, olyan szakszavokat tudom. Felveszed a kis stetoszkopot és meghallgatod, kiszúrnád, hogy zörög mondjuk kicsit a tüdeje? Igen? Hogyne, persze, egy stetoszkóp az igen. Tök jó. Hát, hogy az nem úgy veszi a levegőt, a hangok zörejek vannak, igen. Aha, mit írnál föl? Mit írnék föl? Hát mondjuk most is fejből nem tudom megmondani, de ez nagyon egyszerű, ugyanis a körzeti orvosokhoz járnak az orvoslátogatók, a gyógyszeri gyártók látogatói, akik megmondják minden idényben, hogy most ez az idény betegség, és erre ezt írjuk fel. Aha. Gyerekek, hát megvan a jövőm. Ha ez befutcsol, akkor megyek házi orvosnak. Csak nem szabad túljátszani, hogy négy oldali bronhitis. Igen. Az érdi házi orvos Sebestyén Balázs, tudod. Török Bálonton ügyeletet is vállalok. Buda őrse szívesen házhoz megyek. Nem ismerjük mi egymást? Nem. Álszakálba szemüvegbe. Toronygyulladás. Érdekes a történet. Többen tényleg azt nyilatkozták, hogy hát mindegy, hogy ő most igazi vagy nem, van papírja vagy nincs, visszamennének hozzá, ha ugye hát nem tiltották volna el a gyógyítástól. Szandra, nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Nagyon szívesen. Vigyázz magadra, köszi. De az egy fél órával ma korábban menjél be, csekkold már a saját orvosodat, hogy minden oké. Már bent vagyok úgy. Ja, megvan, mi a francia diplomája? Aztán nem ám önkénteskedni, ha nincs bent a doki, felvenni a stetoszkópot a nyakadba, és hirtelen valami menőzni a bőrfotelbe. Igen. Nem fogom. Köszi, hogy csörögtél, ciao. Igen. Az a baj, hogy ti nagyon kifordítjátok a szavakat, és viccesre vesztek mindent. Mit? Aha, hát... Fél órája erről beszélünk, hogy hogy ismered föl a házi orvost, ha elviszed a gyerekedet. Jó, egyébként nincs benne több, de ez nagyon izgalmas élethelyzet szerintem. Persze, jó, nyilván ez egy isteni szerencsé, hogy nem diagnosztizált senkit nem halt félre, meg senki. Hogy nem halt meg senki, vagy nem lett komolyabb probléma belőle, de egyébként meg, hát basszus, tehát, hogy az ember csak ez egy ironi... gyerekkori álom lehetett neki? Hogy orvos legyen? Igen, hogy volt egy ilyen küldetés, hogy az nem sikerült, de az leszek. Tudod. És hát eljutott a DiCaprio-nak a kapjá, ha tudsz, hát ott is ő is volt pilóta, orvos, csatlakozom. Tudod, ott kellett ilyen szakszavokat mondani. De csak például tök jó, hogy mondod mondjuk a pilótát, tehát ott azért elég kicsi az esély, hogy eljussál oda. De tényleg, ott azért lejön, tehát, hogy csak az a baj, hogy miközben az egyik, tehát hogy egy orvos esetében azért több száz vagy több ezer beteg is átmegy, vagy átment a keze között neki is, nem lett belőle komolyabb baj, nagyon nagy a felelősség. Közben meg egy repülőgépbe nem tudsz beülni egy vadászgépbe, úgyhogy akkor most... A vadászgépben nem, de volt másodpilóta. Kapitány úr olyan bizonytalan, ő csinálja csak a felszállási protokollt, ellenőrzi a checklistet, addig megyek, na, harapok valamit. Csak, most csináljunk úgy, mintha én nem tudnék repülőt vezetni. Igen, nézzük, mit tud maga. Ott még azért csak van egy ilyen kibúvó. Sőt, igen. Azt mondod, hogy megadom neked a lehetőséget, hogy fejlődj. Ma te szállsz fel. Betámadod az első tisztet. Na? Emlékszünk még arra, amit vizsgán tanultuk, hogy nézzem meg, hogy maga jó első tiszte. Repülnénk, talán ma lesz rá lehetőség. Igen. Balázs Ottóként praktizálj, írja valaki. Én meg vagyok. Sebestyén Otti. Otto. Török Bálinti házi orvos. Nem lehetsz Otti egy orvosnak, Otto. Otto doktor. Otto doktor, mit adjuk a gyereknek? Otto doktor. Igen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.